Minden gyerek az iskolában meg tudja mondani, hogy mikor és hol született. Mondanak évszámot, hónapot, napot és helyszínt. Tehát valamikor, valahol történt valami. Jelen esetben te abban az időben megszülettél. És az nem most volt, hanem ahány éves vagy, annyi évvel ezelőtt történt. És honnét tudhatjuk, hogy mi történt a születésed előtt? Kapásból ott vannak idősebb rokonaid, családtagjaid, ismerőseid, akik mind tudnak régi időkről mesélni, de mi van, ha az ő születésük előtti időre vagyok kíváncsi? Vagy még régebbi történetekről akarok hallani, például lovagokról, királyokról, vagy épp a kőkorszakban csatangoló ősemberekről. Közeledünk afelé, hogy megértsük, mivel foglalkozik a történelem. A történelem röviden és egyszerűen. Az emberiség, az emberek története a kezdetektől egészen napjainkig. Ezen keresztül érthetjük meg, hogy a múltban milyen események történtek, milyen nagy emberek éltek és játszottak bennük fontos szerepet. Tanulni lehessen az életükből, de még a hibáikból is. Ahhoz, hogy ilyen izgalmas történeteket ismerhessünk meg, forrásokra van szükségünk. Nem olyan, amiből inni lehet. Történelmi forrásnak nevezzük azokat a dolgokat, amikből információt, tudást, ismereteket szerezhetünk régi időkről. A történelmi forrásoknak két csoportja van. Van az írott és az íratlan forrás. Írott forrásnak nevezzük, mikor egy olyan írásra, régi dokumentumra, levelekre, írók munkáira, feljegyzéseire találunk, amiről tudhatjuk, hogy ezt biztosan nem tegnap írták papírra, hanem hát meglehetősen régen. Ezeket az írott forrásokat a történészek vizsgálják. Ha az írás egy másik nyelven íródott, vagy netán olyan nyelven, amit ma már nem használnak, akkor szükség van a nyelvészre is. Mivel a mai napig folyamatosan változnak a nyelvek, új szavak kerülnek szótárakba, és van, hogy régi kifejezéseket elfelejtünk, így nem kizárt, hogy egy régi írott forráson találunk olyan szót, ami biztosan magyarul van, de te lehet már nem ismered. Az íratlan források megint két csoportba bonthatóak. Vannak a tárgyak és a hagyományok. Régi tárgyakra a mai napig bukkanhatunk, amiket már lehet nem nagyon használunk, de egy-kettőben láthatod azt, hogy ilyeneket ma is használsz, csak azok már nem így néznek ki. Ott van például a vasaló, a telefon, a zsebóra. Régi tárgyak felkutatásával és vizsgálatával a régészek szoktak foglalkozni, akik elsősorban úgynevezett ásatásokon vesznek részt. A föld alól előszerett forrásokat nevezzük leleteknek. Mi van akkor, ha a darabokra tört leleteket vagy tárgyak pici darabjait találják meg? Hát erre van egy másik szakember, a restaurátor. A restaurátor dolga, hogy a lelet töredékek alapján rekonstruálja, vagyis újraalkossa azt a tárgyi emléket, aminek a darabjait megtalálták. Ha csontokat találnak, az antropológusok vizsgálják meg azokat. A vizsgálat során meg tudják állapítani, hogy az illető ember volt-e, vagy állat, milyen magas lehetett, hány éves volt, és esetleg miben halt meg. Az íratlan források másik csoportja a hagyományok. A hagyományok általában régi korokban előforduló eseményekhez köthetőek. Ünnepnapok, hiedelmek, babonák. Csupa olyan dolog, amit egy kisebb vagy egy nagyobb közösség meg szokott tartani. Ezekkel a hagyományokkal, szokásokkal a néprajzkutatók foglalkoznak. Szokások, jaj, hát gondolkozzatok, húsvét, karácsony, locsolkodás, busójárás, regölés, rönkhúzás, betlelmezés, május faki táncolás, stb. Mindezeket a forrásokat megtekinteni elsősorban múzeumokban tudod, ugyanis ezeket oda szokták kiállítani. Érdemes alaposan körülnézni, mert egy-egy régi szöveg, de akár egy kard is tele lehet rengeteg érdekességgel. No de menjünk vissza a kezdetek kezdetére. Nagyon-nagyon régen az emberek nem tudták, mivel pontosan mérni az idő múlását. Felkelt a nap, tudta, hogy reggel van, menni kell dolgozni. Ha ment le a nap, menni kellett haza, mert besötétedik és el fog tévedni. Az évszakokra hamar fel tudtak figyelni, ugyanis mindnek megvolt a maga jele. Tavasszal nyíltak a virágok, nyáron nagyon meleg volt, ősszel lehűlt a levegő és hullottak a sárga falevelek, télen meg a víz megfagyott és hó is esett. Ebből tudta az ember, hogy mikor, mit kell csinálni. A kutatók szerint, mikor az ember elkezdte a földet művelni, akkor jelenhetett meg az időszámítás is. Naptárat szoktatok lapozni, nem? Na jó, van, aki olyan okosnak hiszi magát, hogy a telefonján nézi. Szóval a naptár alapegysége a nap, ez a legkisebb. Az év pedig a legnagyobb. Egy nap, az éjszaka és a nappal szabályos változása. Egy évnek számít az, amikor a Föld bolygó, ahol élünk, egyszer megkerüli a napot. Innét tudjuk, hogy egy év, az kerekítve 365 nap. Éjszakánként, ahogy az ember látta a holdat, feltűnt neki, hogy minden éjszaka máshogy néz ki. Ez a változás nagyjából 30 naponként ismétlődik. Így alakult ki a hónap. Tehát egy hónap az kb. 30 nap, ez lehet több, meg kevesebb is egy-két nappal.
Ezeknek a fogalmaknak a segítségével hozta létre az ember a naptárat. Már csak az a kérdés, hogy az ember honnét kell számítsa az idő kezdetét. Ebben segítségünkre lesz a keresztény időszámítás, amit a történelem tanulás esetén mindig használni fogsz. Hallottál már Jézus Krisztusról, nem? Igen, van, aki a szitkozódás közben emlegeti, de tudod, ő az az űrge ott a kereszten. Na, a keresztény időszámítás kezdete az ő születéséhez köthető. Tehát az időszámítás kezdete lesz a nulla. Innen pedig szépen számogatva eljutunk a mostani évig. Ez a videó 2019-ben készült. Vagyis Jézus születése után 2019 évvel készült el ez a videó. Ezt úgy szokás mondani, hogy időszámításunk szerint 2019-ben, vagy pedig Krisztus után 2019-ben. Ezt a Krisztus után, illetve időszámításunk szerint dolgot ritkán szokás így nevezni nevén, de várjunk csak. Tudjuk, hogy Jézus születése előtt is éltek emberek. Például a születése előtt 2000 évvel is éltek. Akkor ők mikor éltek? Ezt úgy mondjuk, hogy időszámításunk előtt 2000-ben, vagy pedig Krisztus előtt 2000-ben. Hallottad már gondolom azokat a kifejezéseket is, hogy évtized, meg hogy évszázad. Egy évtized az 10 év, egy évszázad az 100 év, egy évezred pedig 1000 évet jelent. Ma a 21. században élünk. Jézus nullában született, Krisztus után 1-től 100-ig zajlott le az első század, majd 101-től 200-ig a második, és így haladunk előre a 21. századig. Az első évezred Krisztus után 1-től 1000-ig tartott. De most menjünk vissza nagyon régre, az emberiség leghosszabb és legrégebbi korszakába, az őskorba. Ez két nagyobb szakaszra bontható, ami most nekünk fontosabb lesz. Az őskőkorra és az újkőkorra. Az őskor kezdete Krisztus előtt 6-4 millió évvel ezelőtt kezdődött, mikor megjelent először a Földön az ember. A tudomány álláspontja szerint hosszú fejlődés eredménye volt, míg kiemelkedett az állatvilágból, és ennek részleteit a mai napig nem ismerjük. A fejlődés első nagy szakasza kezdődött el az őskorban. Az emberszabású majmok és az emberek elváltak egymástól a fejlődésben. Ez azt jelenti, hogy nem állunk közvetlen rokonságban a majmokkal, hanem csupán volt az embereknek és az emberszabású majmoknak egy közös őse, amitől származnak. Az emberek a fejlődésük során gyakran voltak kitéve hidegnek, melegnek, sőt még a jégkorszak is beköszöntött, ami miatt megint alkalmazkodniuk kellett. Az ember fejlődésének minden szakasza ugyan nem ismert, de ezeknek a fejlett embereknek a koponyáját a régészek megtalálták, és ez alapján, illetve a koponya mérete alapján tudhatjuk, hogy az agy mérete mekkora volt annak az embernek. Az Australopithecus, vagyis a déli majomként is nevezett emberős tudott két lábon járni, viszont ez nagyon megerőltető volt számára, sűrűbben kapaszkodhatott fára és négy kézláb gyorsabban közlekedett. Egyes kutatók szerint a két lábra állása tájékozódást segítette. Például körül tudott nézni egy olyan mezőn, ahol guggolva a magas fűszálaktól nem látott messzire. Ez az emberős volt az első, amelyik eszközöket is tudott magának készíteni. Aztán megjelent a Homo habilis, másik nevén az ügyes ember, aki már elég sok eszközt tudott magának készíteni. Agyi térfogata nagyobb volt a déli majoménál. Az első kavics eszközök készítője. A Homo erectus, vagyis a felegyenesedett ember volt az, aki már gond nélkül tudott két lábon járva közlekedni. Ő már használta a tüzet, ráadásul az arca egyenesebb volt, kezdett lassan a mai emberre hasonlítani. Aztán ketté vált az ember fejlődési útja. Az egyik csoportba tartoztak a neandervölgyiek, ők sokban hasonlítottak a mai emberekre, viszont a neandervölgyiek hamar kihaltak. Róluk már tudni lehetett azt, hogy halottaikról gondoskodtak. Eltemették őket. A másik fejlődési úton jelent meg a Homo sapiens, vagyis a bölcsember. Az utolsó jégkorszakot követően népesítette be a Földet, ezeknek az embereknek a közvetlen leszármazottja a ma élő ember, a Homo sapiens sapiens. Az emberőse úgy tudta megszerezni ételét, ha neki áll gyűjtögetni mindenféle bogyókat, gyümölcsöket, növényeket, mellette vadásztak, halásztak. Nagyobb állatoknak csapdákat állítottak, amikor pedig megismerték a tüzet, a húst már nem nyersen, hanem sütve fogyasztották el. Vadászatkor a fegyver általában lándzsa volt, de előfordult, hogy az íj és a nyíl is bekerült a repertoárba. Az őskőkori ember elsősorban barlangokban élt, de kiálló sziklák alatt is megpihent. A legfontosabb az volt, hogy védett hely legyen. Előfordult, hogy csontokból, ágakból és állati bőrből, növényekből építettek kunyhókat. Első és legfontosabb szabály volt, hogy ott lehetett csak lakni, ahol víz is van. Így legtöbbször folyóhoz vagy tóhoz közel telepedtek le. Az őskőkori emberek előszeretettel használtak kőeszközöket, amiket maguk készítettek.
Ezt úgy készítették el, hogy köveket pattintottak egymáshoz, és ezzel lepattintgatták, formálták a kiszemelt követ. A kő, amivel pattintottak, az mindig akkora volt, hogy elférjen az ember markában. Ez volt a marokkő. Azt a kiszemelt kőhöz pattintották, amivel ki tudták élezni, formálni a követ, amiből eszközt akart magának készíteni az őskőkori ember. Az ember ősei csoportokba tömörültek, amiket hordának nevezünk. Egy hordán belül általában közeli rokonok, családtagok éltek, akik nagyjából 20-30-an voltak. Tudták, hogy minél többen vannak, annál könnyebben meg tudták magukat védeni nagyobb állatoktól, de akár egy másik hordától is. Az őskőkori emberre jellemző volt a művészet. Rengeteg barlangfestmény maradt ránk, amiken állatokat, de még vadászó embereket is ábrázoltak. Egyes kutatók szerint ez egy rítus, egy vallásnak volt a része, miszerint az őskőkori ember előre megmutatta, hogyan fogja levadászni az állatot. Más vélekedések szerint a barlangfestmények mind megtörtént vadászatokat mutatnak, vagyis megtörtént eseményeket örökíthettek meg rajta. Vagyis majdnem olyan, mint a Facebook, mutogatták a sztoriaikat. Másik hobbiuk a kőből, csontból készült szaprocskák készítése volt. Időszámításunk előtt 12.000 évvel az új kőkorban beállt az éghajlati változás, egyre melegebb és csapadékosabb lett az idő. Az emberek életmódja megváltozott, különösen a termékeny félholdnak nevezett területen. Itt sok növény termett, ráadásul elszaporodtak az állatok. Rájöttek, hogy ha utánozzák a természetet és a növények magvait megadott helyen elszórják, akkor abból nem sokára nőni fog valami, ami termést hoz. Az állatokat befogták, és a táboruk mellett elkerítették őket. Tehát a növényeket elkezdték termeszteni, az állatokat pedig háziasították, vagyis megszelidítették őket, hogy hozzászokjanak az emberek közelségéhez. Élelem jutott mindenkinek dögivel, így pedig egyre kevesebben haltak éhen, ráadásul egyre több gyermek született. Nőtt a népesség. Az emberek lassan állandó otthonokat építettek maguknak, mert macera lett volna otthagyni azokat a földeket, amiken bármikor ültetni tudnak, illetve az állatokat még nagyobb macera lett volna folyton terelni ők új helyekre. Szépen lassan kialakultak az egymás mellé épülő házakból, kunyhokból az első települések, a falvak. Két falu között előfordult a cserekereskedelem, vagyis ami az egyik falunak van, de a másiknak nincs, azokat el tudják cserélni egymással. Új növények, gyümölcsök, állatbőrök leltek új gazdákra. Mindig csak azt cserélték el a másikkal, amire nem volt szükségük. Az új kőkorban megjelentek a csiszolással készült kőeszközök, így egyre élesebb, jobb eszközök készültek. Az élelem előteremtése családi feladat volt. Három nemzedék dolgozott ezen, nagyszülő, szülő és gyermek. Nem voltak az emberek ekkor még sem gazdagok, sem pedig szegények. Viszont az ügyesebb, tehetősebb családok hamar egy-egy falu vezetői lettek. A családfő pedig a falu főnöke, vezére lehetett. Az új kőkori ember már mesterségeket is művelt. Ilyen volt a fazekasság, megtanulták az agyagot arra használni, hogy edényeket készítsenek, amikben tárolni lehetett dolgokat. Ezeket először kiégetés nélkül készítették el. Mikor tűz érte az agyagot, vagyis mikor kiégették az agyagot, abból készült a kerámia, ami sokkal tartósabb volt, ráadásul vízálló. A kerámia készítés ősi módszere, a hurka technika volt, ami a fazekas korong használatának elődje volt. A korongot úgy használták már, hogy egyik kézzel pörgették a korongot, a másik kézzel simították a készülő edényt úgy, hogy az elnyerje végleges formáját. Növényi rostokból, de még a birka gyapjújából is az emberek elkezdtek szőni. A szövés segítségével ruhát tudtak maguknak készíteni, így hidegebb időkben nem fáztak. Hamarosan az ember megtanulta a fémet megmunkálni, először a rézzel foglalkoztak, ami felhevült állapotban egy mintába öntöttek, így pedig könnyedén el tudtak bármilyen eszközt készíteni. Később lecserélték a részt a réz és az ón ötvözetére, ami a bronz volt, ez jóval keményebb volt a réznél. Az új kőkorban már olyan művészeti alkotások jelentek meg, amik elsősorban állatot vagy embert mintázó szobrok voltak. Képesek voltak már monumentális épületeket is felhúzni. Ilyen például az Angliában is fellelhető Stonehenge. Röviden tömören ebbe a videóba ennyi fért bele, hogyha szeretnél a történelem órára mindenképpen jobb jegyet magadnak, akkor vedd elő szépen azt a tankönyvet, és állj neki tanulni. Ez a videó még nem lesz elég az ötöshöz. A következő nagyobb szakaszban, ami az őskor után következik majd, az ókor, ami Krisztus előtt 3000-ben vette kezdetét. Az ókor az emberiség történelmének következő nagy szakasza, ami hagyományos értelemben az írásbeliség kialakulásától egészen a nyugat-római birodalom bukásáig tartott.
Az ókor ideje alatt jönnek létre majd városok, kezdenek el írni az emberek, fejlődik a földművelés, és a gyerekek iskolába kezdenek járni. Van azonban egy társadalom az ókorban, amelyik Európától keletre helyezkedett el, általánosságban ezt szoktuk nevezni ókori keletnek. Emlékeztek a termékeny félholdra? Ennek a területnek az egyik szarvában alakult ki egy ókori civilizáció. Ezt a helyet nevezzük Mezopotámiának. A Tigris és az Eufrátesz folyók között húzódhatott, ahol az emberek az öntözéses földművelést gond nélkül alkalmazhatták földjeiken. A sumér nép volt az, amelyik felépíthette itt az első városokat. Az egyik fontosabb város neve Uruk, aminek a királya Gilgamesh volt. A monda szerint a város régi falait ő építette fel. Az ókor kezdete nagyjából időszámításunk előtt 3500 és 3000 közé tehető, mivel ebben az időszakban jelent meg ezen a területen az ékírás, az öntözéses földművelés, és megjelentek a fallal körülvett települések, amiket városoknak nevezünk. Egy központi épület határozta meg igazán, hogy ez a település aztán különösen egy város. Ez általában egy templom vagy egy királyi palota volt. Ebből már sejthetitek, hogy ki volt az ura egy-egy városnak. Ezt a szemét az egyszerűség kedvéért nevezzük most királynak. A király irányította az államot. Az állam egy adott területen élő népességet irányító szervezet. Tehát egy városban az emberek életébe beleszólt a király, és ebben lelkes segítői a hadvezérek és a papok voltak. Két fontos feladata volt az államnak, a lakókat meg kellett védeniük a közelgő ellenségtől, és ügyelni kellett a belső rendre, vagyis hogy ne történjen a városban rendbontás, ne ellenségeskedjen senki se a másikkal a város falain belül. Azért, hogy az utóbbi dolog semmiképp se valósulhasson meg, írásbeli szabályokat vezetett be az állam, ez volt a törvény. Ezek nagyon szigorú szabályok voltak, amiket be kellett tartani. Tehát az ókori Mezopotámia területén egy-egy állam nagyjából akkora volt, mint egy város. Na de mi van akkor, hogyha az uralkodó több várost is irányít? Na ez lesz a birodalom. A birodalomban több város, nép vagy ország felett uralkodik a király. Az öntözéses földművelés a folyóból elvezetett víz segítségével valósult meg, amit csatornarendszerek kiépítésével könnyítettek meg az emberek. Általában ezeket a csatornákat az uralkodó emberei hozták létre, a földművesnek meg ezért cserébe a termékeiből ajándékot kellett vinnie a templomhoz, amit úgy is nevezünk, hogy zikkurat. Ebből már tudhatjátok, hogy ez az épület nem más, mint egy hatalmas raktárépület, és mellette fontos munkahelye a papoknak. Ahogy haladunk előre az időben, a sumérokat hamarosan más népek is meghódították. Akkádok, asszírok, és megsorolhatnánk. Egy új város is fontos lesz nekünk, ez pedig Babilon. Ennek a városnak az uralkodója Hammurapi volt, aki olyan erős kezű király volt, hogy az ítéleteit kőoszlopokon örökítették meg. Fontos még kihangsúlyozni, hogy Mezopotámiában számos új eszköz találmány jelent meg, amik megkönnyítették az emberek életét. Az agyag kiégetésével megjelentek a téglák, így az építkezés könnyebbé vált, feltalálták az ekét, amivel a föld megművelése lett egyszerűbb, a kerékkel pedig a nehéz holmik elcipelését könnyítették meg, elterjedt a szekér használat. Az órán levő percbeosztások és a körön levő fokok beosztásai is mind Mezopotámiából valóak. Irány Észak-Afrika. Kies sivatag, dög meleg. De mi ez itt? A Nílus folyó mentén minden zöld. Hát hogy van ez? Az ókori Egyiptomban ugyanis a Nílus folyó gyakori áradása miatt a közelben levő földterület termékenyé vált, és az ott élő emberek az országukat is úgy emlegették emiatt, hogy a fekete föld, ami a Nílus iszapjának színére utalt, ami az áradás után maradhatott a termőföldön. Ráadásul a folyó nem csak életet adott, de utazási lehetőséget is. Így nem csoda, ha halljuk azt a mondást, Egyiptom a Nílus ajándéka. Itt ugyanúgy elterjedt az öntöző rendszer, a Nílusból csatornarendszerek segítségével vezették a földekre az éltetővizet. A csatorna kiépítése a helyi közösség vezetőjének feladata volt, ezáltal lett ő a többiek szemében nagyobb ember. Így lett egyre nagyobb és nagyobb a hatalma. Egyiptomban így alakulhatott ki az állam. Két egyiptomi állam működött kezdetben, az egyiket nevezzük Felső Egyiptomnak, ami a Nílus déli felén, míg Alsó Egyiptom fenn északon volt. Krisztus előtt 3000-ben jött létre két állam egyesüléséből az egyiptomi királyság. Az állam élén a fáraó állt, ő volt az egyiptomi uralkodó. Mindent ő irányított. A katonák, papok vezetője, a legfőbb bíró és még a hivatalnokok főnöke is volt.
az alattvalói istenként tisztelték, pontosabban a napisten fiaként. Úgy tartották, hogy a fáraó nem ember. Mivel a fáraók gyakran háborúztak, hadjáratokat indítottak, jelentős területeket szereztek, és így Egyiptom birodalommá vált. Az egyiptomiak is tudtak írni, hieroglifírást használtak, vagyis a bonyolult képírás mesterei voltak. No de hát nem mindenki, ugyanis az írással való foglalatoskodás az írnok dolga volt elsősorban, ezért szinte egy örökké tartó tanulás folyamatán kellett átesnie, hogy tökéletesen tudjon írni és olvasni. Egyiptomban a családnak fontos szerep jutott. Tisztelni kellett a szülőket, no meg az időskorúakat. A hűséges feleséget, édesanyját a törvény nagyon erősen védte, a férje semmilyen ürüggyel nem válhatott el tőle. Azonban ha a nőt házasságtörésen kapták, akkor megkövezték, elégették. A férfiak dolgoztak, a nők a háztartást vezették, a gazdagabb gyerekek már korán iskolába jártak, míg a szegényebbek eltanulták apjuk mesterségét és lassan munkába álltak. A nőknek ugyanannyi joga volt, mint a férfiaknak, akár még fáraók is lehettek, ezt igazolja, hogy több nő is fáraó volt. Az egyiptomiak vallására a több istenhit volt jellemző, vagyis több istenséget tiszteltek. Ezek közül kiemelkedett a napisten. Később ez megváltozott, és egy Osiris nevű istenség volt az, akit a többi istenség mellett főként tiszteltek. A fáraó isteni mi voltját igazolja, hogy Osirisről is úgy tartották, hogy ő korábban fáraó volt, csak istenség lett belőle. A templom az istenek lakhelye volt, ahova csak a papok mehettek be. A legismertebb építészeti alkotása az egyiptomiaknak a piramisok. Ezek a fáraók sírjai voltak, úgy hitték, hogy ezek lesznek a fáraók örök lakhelyei. Ebből már tudhatjátok, hogy az egyiptomiak gyökeresen hittek a túlvilág létezésében. Azt gondolták, hogy az emberek testét éppen meg kell őrizni a túlvilági élethez, ezért találták ki a múmia készítést. A holttest belső szerveit eltávolították, majd tároló edényekbe helyezték őket. Bebalzsamozták a testet, majd fehér vászoncsíkokkal betekerték. Hitük szerint a halottnak a lelke át kellett essen egy próbán az isteni törvényszék előtt. Ha megfelelt, akkor bejuthatott Osiris birodalmába, azonban ha rossz ember volt, a lelke megsemmisült. Az egyik legismertebb fáraó sírja nem egy piramis volt, hanem egy másik temetkezési helyen volt található, amit a királyok völgyének neveztek. Ezek leginkább sziklákba vált sírok voltak, amiknek a nagy részét sírrablók fosztották ki. Egyedül Tutanhamon fáraó sírja maradt épségben. Ha már Egyiptom, és beszélgetünk a vallásról, akkor beszéljünk kicsit a zsidó népről is egy keveset. Mezopotámia és Egyiptom között terült el egy terület, amit Kánaánnak is neveztek. A keletről érkezett héberek voltak azok, akik meghódították, ők 12 törzset alkottak, akik szövetséget alkotva érkeztek ide. Dávid király volt, aki megalapította Jeruzsálemet, fia Salamon király pedig felépítette a jeruzsálemi templomot. Halálát követően a zsidó állam két részre szakadt. Na de ha héberek, miért éppen zsidó államnak nevezzük ezt a helyet, ahol éltek? Hát azért, mert ők a zsidó vallást követték. Egy isten hit volt jellemző rájuk, ami annyit tesz, hogy egy istenben hittek. Ez tartotta össze a törzsek szövetségét is. Van egy könyv, amit Bibliának nevezünk. Azt jelenti, könyvek, könyvecskék. Olyan írások vannak benne, amiket szentnek tartanak. Ennek egyik fő része az Ószövetség, a zsidó vallás egyik legfontosabb írása. Ez alapján Ábrahám volt az, aki először szövetséget kötött Istennel, majd később Mózes ezt a szövetséget megerősítette. Átvette a 10 parancsolatot és elvezette a zsidóságot a Kánaánhoz. Tehát a zsidóság letelepedésének van egy vallásos szövegben megírt változata is. A másik fontos hely, amiről beszélnünk kell, az Fönícia. Közel van a tengerhez, így nem csoda, hogy itt a hajózás és a kereskedelem lesz az emberek megélhetési forrása. Ők állították elő a bíbor festéket és használták először, ők találták fel a betűírást, továbbá ők kereskedelmi telepeket is létrehoztak. Az egyik ilyen Kartágó városa volt. Ahogy haladunk keletre, Ázsia déli félsziget nyúlványára vetve egy pillantást, láthatjuk Indiát. Az ókorban itt is a folyók mentén jöttek létre falvak, majd az első városok. Krisztus előtt 1500 körül jelent meg egy harcos nép, amelyik leigázta az itt élőket. Ezek voltak az Áriák. Létrehoztak több királyságot, fejlesztették a földművelést is. Az ekevasból készült és az ekét húzó szarvasmarha lett az az állat, amit mélyen tiszteltek. Itt kezdték el használni a mai számrendszert, amit az arabok vettek át később és jutott el Európába. A számokat nem véletlenül nevezzük
arab számoknak. Indiában lett igencsak elterjedt egy új vallás, a buddhizmus. Egy Gautama nevű herceg volt az, aki azt akarta megtudni, hogy az ember hogy lehet boldog. Addig töprengett, még rá nem jött erre, megvilágosodott, vagyis rájött a nagy igazságra. Az embereknek meg kell szüntetni a szenvedést, és nem szabad gyűlölni a másikat. Gautama ennek hatására kapta a Buddha nevet. Az ő tanítását hirdeti a buddhizmus. Kína sok dolog miatt lett híres a történelemben, de az első, amivel beírhatta magát a könyvekbe, az a kínai nagyfal megépítése volt az ókorban, ami ugyan még évszázadokig épült, de célja az volt, hogy a kínaiakat megvédje az ellenségtől. A falon őrködő katonák jelzőtűzzel jeleztek a többi őrségnek, akik sorra raktak tüzet, hogy a hír mihamarabb bejuthasson Kína szívébe. Az emberek itt elszigetelten élhettek a többi néptől, hiszen sivatagok, hegyek és dombok határolták ezt a helyet. A Sárga folyó és a Jangce mellett az öntözéses földművelés elterjedésével szintén települések létesültek. Ebben az időszakban jelent meg a kínai írás, ami több ezer jelből áll. Kína neve az első császáráról kapta a nevét. Ő volt Csin császár, aki a Csin dinasztia alapítója volt. Krisztus előtt a 3. században kezdte meg uralkodását és hozta létre a kínai birodalmat. Halála után agyakból katonákat készítettek a tiszteletére, ezek a cserépkatonák. Továbbá a kínaiak használták először a papírt, ők használták először a sejmet, feltalálták az iránytűt, az ecsetet, és megtanulták olvasztani a vasat. Az ókorban a görögök különböző törzsekből tevődtek össze, Jón, Dór és Akály törzsek. Megjelentek a Balkán-félsziget déli részén, megszállták ezeket a területeket, és egyre délebbre haladtak. Így lassan benépesítették ezt a térséget. Az ókori görögök Hellénekeknek nevezték magukat, míg azt a területet, ahol éltek, Hellásznak nevezték. Az ókori Hellász területén rengeteg hegy volt, meglehetősen dombos vidékkel rendelkezett, így kevés olyan földterület volt, amit meg tudtak művelni. Mint láthatjátok, a tenger az gyakorlatilag kínálta a lehetőséget arra, hogy a hajózás és a kereskedelem legyen az, ami a fő tevékenysége volt a Helléneknek. A hegyek miatt a görögök eléggé elszakadtak egymástól, így több független állam jött létre, amit görögök alapítottak. De tudták, hogy ők mind Hellének, akiknek közös nyelve, közös kultúrája és közös vallása van. A különféle görög államok lakói általában ünnepi játékok alkalmával találkoztak egymással, ami a vallásukhoz köthető. Ezeket a játékokat mindig egy istenség tiszteletére szervezték. A görögök politeisták, vagyis több istenhívők voltak. Isteneiket emberalakban képzelték el, akik úgy is viselkedtek, mint az emberek. Lehettek szomorúak, dühösek, boldogok, akár még féltékenyek, irigyek is. Fő ismertető jegyük az volt, hogy halhatatlanok voltak. Az istenek otthona az Olimposz hegyén volt. Volt egy főisten, aki felette állt minden istenségnek. Ő volt Zeus. A görögök ünnepségeket, szertartásokat tartottak az istenek tiszteletére, de még áldozatot is mutattak be nekik. Állatokat vagy állatok legértékesebb húsdarabját elégették az isteneknek. Külön szent helyek voltak, amit az istenek miatt tiszteltek. Az egyik egy jósda volt Delfoi városában. Gyakran meséltek történeteket istenekről, hősökről, ezek a történetek voltak a mítoszok. Kréta szigetén már a görögök érkezése előtt is egy komoly állam működött. Egy monda szerint a thébai Theseus így győzte le a bikafejű embert, a Minotauroszt, aki egy labirintusban élt. Érdekesség, hogy a krétaiak a valóságban tényleg tisztelték a bikákat, ráadásul a krétai palota valóban olyan volt, mintha egy útvesztő lenne. Na de hallottatok Trója városáról? Egy mítosz szerint Zeus az istennők közé dobott egy aranyalmát, amire az volt írva, a legszebbnek. Az istennők nem tudták eldönteni, hogy kié legyen az alma, így a trójai Párisz királyfit kérték fel bírának. Ő Afroditét választotta, aki cserében neki adta a Hellász legszebb nőjét, a szép Helenét. Mivel Helené egy királyné volt, ezért a görögök összefogtak és elhatározták, hogy urukasszonyát visszahozzák Trójából. Ez volt a trójai háború. A monda szerint a görögök azt színlelték, hogy elhajóztak. A valóság pedig az volt, hogy hajóikból egy falovat építettek, amibe bebújtak a harcosok. A trójaiak ajándéknak vélték, bevitték a városukba, éjszaka pedig a görögök előmásztak, kinyitották a kinti társaiknak a kapukat, és győzelmet arattak. A történetet Homérosz két hős költeményben őrizte meg, ez volt az Iliász és az Odüsszeia. Előbbi elmesélte magát a háborút, az Odüsszeia pedig Odüsszeusz kalandos utazásait mutatja be, aki a trójai háború után indulna hazafelé.
Trója egyébként valóban létező város volt, és nem csak mondákból lehet róla hallani. Egy Heinrich Schliemann nevű kutató találta meg a várost. Azok a görögök, akik megtámadhatták, ők Mükénéből származtak, akiknek célja valójában a zsákmányszerzés volt. Elég furcsa lett volna több ezer emberrel háborúba menni egy nő miatt, nem? Mükéné városának központja a királyi palota volt, itt zajlott aztán az élet. Gyakorlatilag innen irányították a kereskedelmet, innen okoskodtak az okosok, hogy mit kell az embereknek csinálni. Amilyen gazdag volt Mükéné, olyan hamar tönkrement a kereskedelem, és egy másik hódító nép eltüntette a mükénéieket a föld színéről. A Peloponészoszi félsziget északnyugati részén volt található Olimpia, ahol Zeus tiszteletére szervezték meg az olimpiai játékokat, amik sportversenyek voltak. Biztos előtt 776-ban volt az első feljegyzett ókori olimpia. Vagyis ez volt az első olimpia, amiről írásos emlékünk van. Az olimpiai játékokat 4 évente szervezték meg. Ilyenkor minden görög államnak le kellett ideiglenesen tennie a fegyvert. Fegyvernyugvást hirdettek, vagyis addig nem lehetett háborúzni a másikkal. Ez volt az a rangos esemény, ahol minden ókori görög férfi a Hellász területéről részt vehetett ezen az eseményen. A Zeus tiszteletére rendezett szertartásokon túl futóversenyek, küzdősportok vették kezdetüket, a leleményesebbek még öttusázhattak is, de a lovas számokat tartották a legnagyobb szenzációnak. A győztes fejére olajákkoszorút helyeztek. Célja az olimpiának az volt, hogy az emberek testüket és lelküket is megedzék, akár egy közelgő háborúra is fel tudjanak készülni. Ahogy haladunk előre az időben, Krisztus előtt a 8. században jöttek létre a görög városállamok, vagyis a poliszok. Egy polisz 2 fő részből tevődik össze. Egy városból és az azt körülvevő területből. Az adott polisz mindig a városnak a nevét viseli. Az akropolisz, vagyis a fellegvár a polisz azon része, ahol szertartásokat szoktak tartani, általában egy domb vagy hegy tetején van. A városállam központja a piactér volt. Az emberek itt tartották a népgyűlést, amikor valamiről dönteniük kellett, ráadásul itt kereskedtek. A várost fallal vették körül, azon túl falvak helyezkedtek el. A városon belül előkelők, kézművesek és kereskedők éltek, míg a falakon kívül a földművelők. A poliszban lakó emberek voltak a polgárok, akiknek ugyanannyi joga és kötelessége volt, mint a többieknek. Például kötelességük volt harcolni a városért, ha támadás érte őket. És joguk volt arra, hogy döntéseket hozzanak a népgyűlésen. A poliszok saját hadsereggel rendelkeztek, az egyik ilyen erős polisz Atén volt. Társadalma, vagyis az ott élő emberek 2 csoportra oszthatóak, szabadokra és rabszolgákra. A szabadok egy része teljes jogú polgár volt, csak férfiak lehettek, a nők nem tartoztak ide. 2 csoportra oszthatjuk őket, ők voltak az arisztokrácia, magyarul a nagybirtokosok, illetve a démosz, vagyis a kereskedők, kézművesek és a parasztok. A szabadok másik csoportját képezik a betelepültek. Ők nem rendelkeztek polgárjoggal. Nem vehettek részt a népgyűlésen, nem dönthettek semmiben sem. Általában kézműves mesteremberek voltak, vagy vagyonos személyek, akik nem Athénban születtek, de vagyoni helyzetük miatt mégis szívesen látták őket a városon belül. A társadalom legalján a rabszolgák voltak. Őket nem tekintették embernek. Olyan volt, mintha 2 lábon járó beszélő tárgyak lennének, akiket a polgárok megvehettek, majd el is adhattak. A rabszolgáknak az volt a dolga, amilyen feladatot éppen adtak neki. Mindegyik rabszolgának más és más feladat jutott. Athénben a polgárok maguk dönthettek sorsukról, vagyis demokrácia működött. A demokrácia a démosz uralmát, a népgyűlés uralmát jelenti, általánosabban értelmezve a nép uralmát. Vagyis, hogy a többség akarata dönt mindenben. A polgárok, a démosz, vagyis a népgyűlés tagjai, és ők döntenek fontos ügyekben. Itt hozták a törvényeket, kezükben volt így a legnagyobb hatalom. Sorsolással jelölték ki a tisztségviselőket, ha épp nem hívták össze a népgyűlést, a kényes kérdésekben az 500-ak tanácsa döntött. Ha valakiről pedig úgy tartották, hogy zsarnokságra tör, akkor a népgyűlés tagjai cserépszavazást tartottak arról, hogy kire illik a legjobban ez az állítás. Akire a legtöbb szavazat ment, száműzték Athénból 10 évre. Spárta egy teljesen más városállam volt. A gyerekeket az állam nevelte fel. A fiúkat 7 éves koruktól elszakították a családtól és katonává képezték ki őket, és csak fiú közösségekbe jártak 30 éves korukig. A lányok ugyanúgy testedzésben részesültek, de nekik azt a feladatot adták, hogy készüljenek az anyaságra és a gazdaság irányítására, ugyanis a spártai férfiak csak katonák lehettek. A földeken a hélóták, vagyis a szolgák dolgoztak. A társadalom élén 2 király állt, és a vének tanácsa támogatta őket a munkájukban.
A vének azok lehettek, akik elmúltak 60 évesek és már elég ideje katonáskodtak. Azok a gyerekek, akik viszont valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal születtek, kitették őket a Talügeton hegyére, ott pedig a városállam területén élő környéklakók vagy szolgák fogadták őket örökbe. Krisztus előtt 490-ben a Perzsa birodalom az ókori Hellász keleti felét elfoglalta. Ez egy nagy kiterjedésű birodalom volt, Dareiosz király pedig a görögöket is a birodalomban akarta tudni. Mivel Athén és Spárta se akart behódolni, ezért támadást indított. A maratoni csatában azonban a görögök megállították a perzsa haderőt Miltiadész vezetésével. Krisztus előtt 480-ban Xerxész perzsa király indított támadást a szárazföldön és a tengeren is. A szárazföldi sereget a termopülai szorosnál tartotta fel 300 spártai katona Leonidesz király vezetésével. Habár a spártaiak egy áruló miatt vesztettek, emléküket a mai napig egy disztikon őrzi. Itt fekszünk, vándor, vidd hírul a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. A Szalamiszi csatában viszont az athéni flotta legyőzte a perzsákat Temisztoklész vezetésével. Athén fénykora a Krisztus előtti 5. században volt. Ez a korszak a nevét a leghíresebb politikusáról, Periklészről kapta. A kultúra virágzott, Athénnak saját színháza volt, ahova fizettek a szegényeknek, hogy egyáltalán ellátogassanak oda. Athén és Spárta rövidesen viszont egymás ellen fordult, és a háborúval véget ért a két városállam fénykora. A görögökkel rokon makedónok rövidesen terjeszkedésbe kezdtek, és meghódították sorra a városokat, városállamokat. Sikerét a nagy haderőnek és a katonai alakzat használatának, a falanxnak a segítségével érte el. Rövidesen II. Filipposz király halála után fia, Alexandrosz vette át 20 évesen a trónt. Apja gondoskodott a neveltetéséről, így a kor egyik legnagyobb filozófusától, Arisztotelésztől tanult. Alexandrosz hadjáratot indított a perzsák ellen, a sorra halmozott sikerek eredményeképp egy akkora birodalmat hozott létre, ami egészen Indiáig húzódott. Egyiptomba is eljutott, ahol megalapította Alexandria városát, amit saját magáról nevezett el. Hódításai eredményeképp nevezte el az utókor Nagy Sándornak. Uralkodása viszont korai halálával ért véget, azt követően pedig hadvezérei egymás közt felosztották a birodalmat. A monda úgy tartja, hogy a rómaiak ősei Trójából származnak. A történet szerint a trójai háborúból elmenekült trójaiak megérkeztek az itáliai félsziget középső részére, és ott szövetségre lépve a latinokkal letelepedtek. Egyik királyukat a gonosz öccse elűzte a trónról. A király unokáit a Tiberis folyóba vetette. Az ikerfiúkat egy kosárba tették és úgy kerültek a folyóba. A két gyermek Romulus és Remus vagy Remus partra került és ott egy anyafarkas mentette meg őket. Védte és táplálta őket. Rövidesen pásztorok vették őket magukhoz és felnevelték őket. Amint felnőttek, visszavették a trónt. Mivel a két fiú egyidős volt, nem tudták eldönteni, hogy ki legyen a király. Ekkor alkalmazták az úgynevezett madárjóslást, Remusnak 6, Romulusnak 12 saskesejű jelent meg, így lett Romulus a hagyomány szerint az új király, aki megmenekülésük helyszínére építette fel városukat, Rómát Krisztus előtt 753-ban. A valóságban viszont a Tiberis folyó mentén élénk kereskedelem alakult ki a könnyen kialakítható közlekedésnek köszönhetően, így jöttek létre az első települések. A római királyság kora is ekkor vette kezdetét. Róma városában a lakosság főleg pásztorkodással és földműveléssel kereste kenyerét. Krisztus előtt 510-ben a nép megelégelte, hogy egy király uralkodjon felettük, így az uralkodót elűzték, akit Tarquinius Superbusnak hívtak. Az elűzését követően Róma köztársaság lett. A városállam élén évente választott két konzul állt, háború esetén ők voltak a hadsereg vezetői, békében a köztársaságot kormányozták. Ők hívták össze a szenátust és a népgyűlést, és a határozatok végrehajtásáért feleltek. A szenátus a külpolitikát és a pénzügyeket igazgatta, a törvényjavaslatokról a város polgárai a népgyűléseken dönthettek. Róma, mint város, majd később, mint városállam hamarosan birodalommá vált. A területe a többszörösére növekedett, a hadjáratokból szerzett területeknek köszönhetően és a más népekkel kötött szövetségeknek hála. Az irányítás módja változatlan maradt, a meghódított területeket tartományokká, vagyis provinciákká alakították. Ezeket általában egy választott tisztségviselő irányította, általában az a hadvezér, aki meg is hódította azt. Viszont komoly problémát jelentett a katonák hiánya, ugyanis utánpótlás nem volt. Katona az lehetett, akinek földje volt, ezért egy konzul eltörölte ezt a követelményt. Innentől a föld nélküli szegények is lehettek katonák. A sereg innentől zsoldos katonákból állt, vagyis pénzért harcoló katonákból,
16 év szolgálat után leszerelhettek és földet kaptak. A hadsereg alapegysége a légió lett. A rómaiak arab szolgákat dolgoztatták, de előfordult, hogy szórakoztatásra is használták őket. Ők voltak a gladiátorok, akik arénákban küzdöttek az életben maradásért. A rómaiak ezt nevezték cirkusznak. Az egyik ismert gladiátor lázadást egy Spartacus nevű trák lázadó szervezte, azonban a rómaiak megfékezték a rabszolgákat. Julius Caesar egy kiváló hadvezér volt Rómában, aki nem csak meghódította Galliát, de azért, hogy fenntartsa a belső békét Rómában, két rivális hadvezérrel, Pompeiusszal és Crassusszal szövetséget kötött, ez volt a triumvirátus. Mivel a sikerei miatt attól tartottak, hogy uralkodóvá akar válni, ezért a szenátus és Pompeius is ellene fordult. A győzelmet követően Caesar Róma diktátora lett, vagyis korlátlan hatalma volt minden felett. Újjászervezte a birodalmat, új adót vezetett be, ingyen gabonát osztott a szegényeknek és naptárreformot hirdetett. Vagyis bevezettek egy új hónapot a naptárban, amit róla neveztek el. Ez volt a Julianus naptár, a hónapot pedig Júliusnak nevezték. Krisztus előtt 44-ben azonban a köztársaság hívei és Caesar fia, Brutus megölte Caesart. Egykori hadvezérei és fogadott fia Octavianus bosszút esküdött. Octavianus szövetségre lépett Antoniusszal és Lepidusszal, így alkották ők a második triumvirátust. Brutus legyőzését követően azonban a szövetség felbomlott, Octavianus legyőzte Antoniust, majd a szenátus az Augustus nevet adományozta neki. Ez azt jelentette, hogy fenséges, istené. Uralmát a császárkor kezdetének nevezzük, azonban ő saját magát soha nem nevezte császárnak. Bővítette a birodalom területét, új törvényeket vezetett be a családok védelmével kapcsolatban, továbbá jelentős építkezések történtek uralkodása alatt. Őt még több császár is követte a trónon, de többségük vagy őrült, vagy zsarnok volt. Néró például kedvére ölette meg az embereket és vagyonukat elkobozta, de a nevéhez köthető még Róma városának felégetése is. Trajanus császár uralkodása alatt volt a birodalom területe a legnagyobb. A mai Magyarország területén is találhatunk római kori emlékeket. A mai Magyarország nyugati felét ugyanis még Augustus császár foglalta el egészen a Dunáig, és Pannonia provinciának nevezte el. Létrehoztak számos várost, a Duna mentén határvédelmi rendszert építettek ki. A hely lakói főleg illírek, kelták, illetve római telepesek voltak. A központja Aquincum városa volt, ami a mai Óbuda helyén állt. Szavária városán, a mai Szombathely területén haladt át a Borostyán út, ami egy fontos kereskedelmi útvonal volt. Nevét onnan kapta, hogy a kereskedők főleg ékszereket vittek rajta, aminek alapanyaga a borostyán volt. Az itteni leletek árulták el számunkra azt, hogy a rómaiak honosították itt meg a barackot, a cseresznyét, a szőlőt, és az egykori házak maradványai igazolják, hogy a rómaiak találták fel a padlófűtést. Volt egy provincia viszont, amit Júdeának hívtak. Ezt a helyet a zsidók lakták, és élt köztük egy jóslat, miszerint eljön egy megváltó, aki a királyuk lesz. Ebben az időben kezdett el tevékenykedni egy Jézus Krisztus nevű férfi, akit Isten fiának tartottak, és tanításait a Biblia új szövetsége is rögzítette. Az ő személye köré kiépült vallást nevező kereszténységnek, követőit pedig keresztényeknek. Jézus Betlehemben született, de Názáretben nőtt fel, a Biblia szerint Szűz Mária volt az édesanyja, aki Istentől várt gyermeket. Mivel népszámlálást hirdettek, ezért mindenkinek abba a városba kellett mennie, ahol született. Mária ezért ment Szent Józseffel Betlehembe, ahol világra hozta időközben a kis Jézust. Jézus 30 évesen kezdett tanítani Júdeában. A főpapok veszélyesnek találták őt és féltek tőle, ezért Jézust a helytartó Pilátus elé vitték, aki végül a nép unszolására elítélte őt. A kor szokása szerint keresztre feszítették, harmadnap viszont az írások szerint feltámadt, és követői előtt még többször is megjelent, hogy hirdessék Isten igéjét, vagyis terjesszék a keresztény tanításokat. Jézus halála után 12 apostol, vagyis tanítvány volt, aki terjesztette az evangéliumot, vagyis az úgynevezett örömhírt. Péter volt a vezetőjük, aki létrehozta a keresztény egyházat később, ő lett az első pápa. A keresztényeket a rómaiak üldözték, és a vallásuk miatt ki is végezték őket. Egy Saul nevű római mélyen gyűlölte és üldözte a keresztényeket, ám egy útja során megjelent előtte Jézus, ami miatt leesett a lováról. Az esemény hatására Saul megtért, keresztény lett és felvette a Pál nevet. Ezt az eseményt nevezzük Pálfordulásnak. A keresztények titokban tartották, katakombákban, föld alatti gyülekező helyeken a szertartásaikat, nem ismerték el a császárok isteni mi voltát, mivel a keresztények egyisten hívők voltak. A keresztény üldözések során megöletett keresztényeket mártíroknak, vagy vértanúknak nevezzük. Konstantinus császárnak köszönhetően terjedt el a vallás a római birodalomban. Többé nem üldözték őket, megkezdődött a keresztény egyház kiépítése. A szertartásokat papok tartották,
a vezetőjük a pápa pedig Róma püspöke lett, és minden városnak lehetett egy saját vallási vezetője, akit püspöknek hívtak. Róma püspöke, a pápa, a birodalom központjából vezette az egyházat. A Krisztus utáni 3. századtól egyre több nép kezdte támadni a római birodalmat. A császári hatalom meggyengült. Mivel nem volt elég rabszolga, aki a földeket művelje, ezért szegény szabadokat fizettek a rómaiak. Konstantinus császár egy második fővárost is alapított, Konstantinápolyt, ami a birodalom keleti felében épült fel. Míg kelet gazdagodott, a nyugati rész továbbra is a betörő barbárokkal harcolt. 395-ben a birodalom ketté szakadt, nyugat-római és kelet-római birodalommá. Krisztus után a 3. században már több nép is támadta a római birodalom határait. Mivel egyszerre minden problémát nem lehetett orvosolni, a császár uralma teljesen meggyengült. Akadozott a rabszolga utánpótlás, így gyakran nem volt, aki művelje a földeket. Ha valaki meg nem művelte a földet, akkor valakinek az asztalára már nem jutott étel. Így jutottak odáig, hogy szegény szabadokat is alkalmaztak bérlőként, akik művelték a rabszolgák helyett a földeket. A birodalom egységét Konstantinus császár érte el, aki megteremtve a belső békét megalapította Konstantinápoly városát, amit magáról nevezett el. Ez a birodalom új fővárosa volt, ami voltaképp Konstantinus után egy ketté osztott birodalom képét mutatta. A keleti oldalon élénk kereskedelem zajlott, még nyugaton a barbárok folyamatosan betörtek és osztogattak. A városok lakói inkább vidékre menekültek. Krisztus után 395-ben a római birodalom ketté vált. Így lett kelet-római és nyugat-római birodalom. A nyugati részt a népvándorlás alaposan meggyengítette. Ezt a folyamatot a hunok indították el, akik a legnagyobb birodalmat hozták létre a vándorló népek közül, aminek a központja vélhetően a mai Magyarországon található Alföldön volt. Legnagyobb királyuk Attila volt, akit úgy is emlegettek, hogy Isten ostora. A nyugat-római birodalom veszélyét végül germán törzsek támadása okozta. A rómaiak úgy próbálták elkerülni a bajt, hogy magas tisztségeket adva nekik szövetségre kívántak lépni velük. Sok germán megbékélt a dologgal, de voltak, akik ennyivel sem érték be. Krisztus után 476-ban az egyik germán király elűzte Romulus Augustulus császárt, aki ekkor még csak gyerek volt. Ez egyben a nyugat-római birodalom bukását is jelentette. Itt ért véget az ókor, ettől az évtől számítjuk a középkort. Míg 476-ban a nyugat-római birodalom összeomlott, addig keleten az egykori római birodalom keleti része továbbra is fennmaradt. Fővárosa Konstantinápoly, vagy másik nevén Bizánc volt, ami után gyakran nevezték bizánci birodalomnak is. A római hagyományok és az intézményrendszer is megmaradt. A hivatalok működtek, az adórendszer is bevételforrást nyújtott, a hadsereg védte a birodalom határait. A kézművesek gyakorlatilag a földközi tenger kereskedelmének sokszínűségéért feleltek. A hivatalos nyelv a görög volt. A szabad kisbirtokos parasztok alkották a hadsereget, a birodalom császárai pedig egy személyben voltak az egyház vezetői is. A legismertebb bizánci uralkodó Justinianus császár volt, visszafoglalta Észak-Afrika és Itália egy részét, majd elődeinek a jogi ismereteit, törvényeit megörökítette az utókornak. Ezért tudhatunk a mai napig sok mindent a római jogról. Az egykori nyugat-római birodalom területére beönzöllöttek a barbárok. Kisajátítva kisebb-nagyobb területeket, létrehozták saját államaikat, királyságaikat, és a saját szabályaik, törvényeik alapján kezdtek élni. Élükön királyok álltak, akiket mindig egy kíséret védett. Az egykori római városok kiürültek, a lakosság vidékre menekült. Az új államok egyedül az adórendszer tartották meg, hogy erősíthessék bevételeikkel a hadsereget és a fejlesztéseket, így az egykori római intézmények jó részét meghagyták. A keresztényeket már egyáltalán nem üldözték, hiszen a beözönlött népek, akik létrehozták az új királyságokat, keresztények voltak, vagy azzá váltak. Az ókort követő korszakunk a középkor, amit a nyugat-római birodalom bukásától 476-tól számítunk és tart egészen 1492-ig, Amerika felfedezéséig. A középkori Európa népességéről konkrét adataink nincsenek, csupán az alapján sejthetjük körülbelül akkor mennyien élhettek egy-egy királyság területén, hogy az adófizetőket és családjaikat rögzítették, illetve tudhatjuk, hogy nagyjából egy családban hány gyermek lehetett, milyen szokások uralkodtak akkoriban. A népesség egyik legfontosabb meghatározó tényezője az élelmiszer. Ha van mit enni, akkor a lakosság száma növekszik.
Ha nincs étel az asztalon, akkor a szegényebbek éhen halnak. Azért, hogy a dolgozó átlagember is étkezni tudjon, szükség volt arra egyrészt, hogy az ételt meg tudja fizetni, vagy annyit tudjon termelni magának és a családjának, ami egy ideig kitart, a felesleget pedig el tudja adni. A népesség akkor is nőtt, ha az egészségügyi körülmények is javultak. Mondjuk egy halálos betegség terjedése alább hagy, vagy csak néhány települést érint. Tehát a népességet a háborúk, az éhínségek és a járványok csökkentik. A középkorban mindhárom rendszeresen csökkentette Európa lélekszámát, a legelterjedtebb betegség a pest is volt. Sokan fekete halálnak nevezték. A frankok a germán népek közé tartoztak. A nyugat-római birodalom bukását követően új, saját államot hoztak létre, uralkodójukkal, Nagy Károllyal. Ez lett a frank királyságból létrejövő frank birodalom. Nagy Károly birodalmi gyűléseken vitatta meg a legfontosabb dolgokat, rendelkezéseit kihirdette. Ha nem háborúztak, akkor látogatást tett a birodalom különböző részein. A birodalmát grófságokra osztotta fel, melyek élére hozzáhű embereket, grófokat nevezett ki. Ők a grófság területén bíráskodhattak, tarthatták fenn a rendet. Cserébe birtokot kaptak, de csak addig, ameddig a szolgálati idejük tartott. Azért, hogy a templomokat fenn lehessen tartani, bevezetett egy adót. Minden termény tized részét be kellett szolgáltatni az egyháznak, ez volt a tized. Nagy Károly a birodalma létrehozásával nem csak egy frankok által lakott birodalmat hozott létre, hanem megalapozta vele az új keresztény birodalom létrejöttét is a római után. A pápa ezért koronázta 800-ban császárrá. Művelt ember volt, aki szoros kapcsolatot ápolt az egyházzal. Külön utasításba adta, hogy az egyháznak iskolákat is kell működtetniük. Az iszlám vallás a zord időjárású arab félszigeten jött létre. A sivatagos területen arab törzsek éltek. Számukra az elsődleges bevételi forrás a kereskedelem volt, mivel náluk húzódott a Tömjén út, az egyik legnagyobb keleti kereskedelmi útvonal. A kereskedelem irányítását végül egy város Mekka vette át. Az iszlám vallás alapítója Mohamed volt, aki egy arab kereskedő volt és Mekkában született még a 6. században. Útjai során megismerte a perzsa, a zsidó és a keresztény vallást is. A hagyomány szerint 40 évesen jelentek meg az első látomásai, miszerint megjelent neki Gábriel arkangyal, és ennek hatására kezdte el profétaként hirdetni az iszlám hitet. Mohamed vallása szigorú, egyistenhitű vallás. Mekkában ezt nem nézték jó szemmel, így Mohamedet elüldözték. 622-ben így elutazott Medinába. Ezt nevezik Mohamed futásának, ami az arab időszámítás kezdete is. Innen viszont Mohamed számára nem volt megállj, mivel prófétaként gyakorlatilag egyesítette vallásával az arab törzseket. A tanítást, amit Mohamed adott át, az embereknek iszlámnak nevezzük. A hívőknek 5 parancsot kellett betartani. Csak egy Isten van, akit Allahnak neveznek. Mohamed az ő küldötte, vagyis a prófétája. Naponta 5-ször imádkozzanak és alamizsnát adjanak a szegények ellátására, és életükben egyszer az embereknek el kell zarándokolniuk Mekkába, Akába, kőhöz, illetve napkeltétől napnyugtáig Ramadán hónapban böjtöt kell tartani. Az iszlám hirdeti a dzsihádot, ami a hit védelmét jelenti. Ez azt jelenti, hogy az iszlámot hívők védelmét biztosítani kell. A szent könyve az iszlámnak a Korán. Mohamed halála után az arab törzsek, miután létrehozták az arab birodalmat, végül szétváltak. Az arab tudósok a korszak egyik legjobbjai voltak. Szinte majdnem minden kultúrát tanulmányoztak és megörökítették őket, de a művészetek terén is maradandót alkottak. A germánoknál elterjedt dolog volt Európában, hogy az előkelők fegyveres szabadokkal vették körül magukat, akik a katonai szolgálatért cserébe ellátást és fegyvert kaphattak. Így gyakori volt, hogy más szabadok védelmért fordultak egy előkelőhöz, mivel gyakoriak voltak a fosztogatások, a tolvajok, haramják gyakran törtek mások életére. A védelmükért cserébe különböző feladatot vállaltak el az előkelőnek. Küldönceik, hivatalnokaik lehettek, és a munkájukért cserébe még földet is kaphattak. A frankoknál terjedt el a szokás, hogy a vállalt szolgálatért cserébe az emberek birtokot kaphattak. Így az adományozott személy hűséggel tartozott az urának. Ezt a kapcsolati rendszert nevezzük hűbériségnek. A hűbérúr az, aki adományoz, a hűbéres pedig az, aki a szolgálatért és a hűségért cserébe kapja a birtokot. A legnagyobb hűbérúr az uralkodó, ő nem hűbéres a senkinek. Na jó, ez alól Hódító Vilmos francia herceg volt kivétel, aki a francia király hűbérese volt.
ám mikor Angliát elfoglalta, angol király lett, így ő továbbra is a francia király hűbére sem maradt. A 9. századtól megjelent egy új társadalmi csoport, a hadakozó, páncélos hűbéresek nagy számban jelentek meg az emberek között, akiket lovagoknak nevezünk. A felszerelést maguk vásárolták, jövedelmükből saját lakhelyet, ha jobban ment a szekér, akkor saját várat építettek. Lételemük a harc volt, ugyanakkor az egyház alakította ki a lovagi eszményképet. Harcoltak, védték a szegényeket és az ártatlanokat, mellette vallásosak voltak és a lovagi erényeket is betartották. A helyi összetűzésekben gyakran részt vettek, de talán a legismertebb fegyveres konfliktus, amiben lovagok vettek részt, azok a keresztes hadjáratok voltak. A középkori falvak gyakorlatilag a középkori mezőgazdaság színterei voltak, az őket körülölelő földterületekkel. Eleinte a vad talajváltó földművelés volt a jellemző, amikor erdőirtással, égetéssel szereztek új földterületeket, azonban ezek a megmunkált földek hamar elvesztették termőképességüket, és új területeket kellett felhasználni. A római hagyományokból vették át akkoriban a nyomásos gazdálkodást. A két nyomásos gazdálkodás arra épült, hogy a föld egyik részét megművelték, a másikat hagyták pihenni. A három nyomásos gazdálkodásnál az egyiket tavasszal, a másikat ősszel vetették, majd a harmadikat pedig pihentették. A pihenőföld általában legelő volt, vagy durva, kimerült tápanyagokban szegény föld, amit nem használtak abban az évben már semmire, vagyis ugarnak nevezték. A kijelölt földterületek szerepeit évente változtatták. A földművelésnél új eszközök is megjelentek. A faeke helyett nehézekét, a sarló helyett kaszát használtak, az állatok erejének maximális kihasználásához, hogy eszközöket húzzanak a nyakhám helyett, elkezdték alkalmazni a szügyhámot. Az állatot ez nem folytotta, ráadásul nem volt annyira megerőltető számukra sem a munka. Főleg sertést, baromfit, szarvasmarhát tenyésztettek. A 6. századra, mivel Európa népessége csökkent, a földeken engedték dolgozni a munkával nem rendelkező szabadokat. Ők a földterület egy részét saját célra felhasználhatták, de a termény egy részét a földesúrnak kellett beszolgáltatni. A 10. századtól a földművelés már uradalmakban folyt. A földesúr saját megművelendő földjeiből, a majorságból és a parasztoknak kiadott telkekből tevődött össze. A földesurak járadékot kaptak minden kiosztott telekért cserébe. A 9. a 9. tizede volt az összterménynek, amit akkor a paraszt megtermelt. A tized meg amúgy is az egyháznak ment. Szóval egy tizednyi termény ment az egyháznak, és szintén egy tizednyi, ami a 9. nevet kapta, az ment a földesúrnak. Ha úgy tetszik, a 10 zsák terményből a 9. járt a földesúrnak, egy meg az egyháznak. 9-et helyett a földesúr kérhetett földbért. Ebben az esetben a parasztnak a föld megműveléséért cserébe fizetnie kellett, sőt, ünnepek alkalmával még ajándékot is kellett vinnie. A 10. századtól nem volt különbség szolgák és szabad parasztok között. Összefoglalóan őket innentől nevezzük jobbágyoknak. A jobbágyok teljes egészében a földesúrtól fügtek, mert a művelésre adott földterület, a jobbágytelek a földesúré volt. Minden esetben az úr bíráskodott a jobbágy felett. Megtilthatta az elköltözését, de még a házasságkötésre is tőle kellett engedélyt kérni. A középkorban igaz, hogy a nagy ókori városokból eleinte az emberek kiköltöztek, elnéptelenedtek, de hamar újra benépesültek más népekkel. Ezentúl új városok is jöttek létre a kedvező földrajzi fekvésüknek köszönhetően. A 11. századtól a földművesekből kikerülő kézműves, iparos réteg beköltözött a városokba. Ez azért is volt fontos, mert a városlakók nagyobb szabadsággal rendelkeztek. Pontosabban a városlakók szabadságjogokkal rendelkeztek, amiket kiváltságoknak nevezünk. A városlakók a földesúrnak egy összegben adóztak, vezetőiket maguk választhatták meg. A városokat fallal vették körül, a házak pedig szorosan egymás mellé épültek. Akik itt éltek, főleg kézműveskedésből éltek, a városok lakóit polgároknak nevezzük. A kézművesek közösségekbe úgynevezett céhekbe tömörültek. Aki a tagja volt, mesternek szólították, minden munkaszakaszt kézzel végeztek. Segédek, inasok dolgozhattak mellettük, de csak egy belső szabályzat határozta meg, hogy kiből lehetett C-tag, és milyen minőségű munka kerülhetett ki a kezük közül. Aki nem volt a C-tagja, azt kontárnak nevezték, aki például nem árulhatta a termékeit. A kereskedők a városban élők leggazdagabbjainak számítottak. Minél messzebbről hozott egy árut, annál nagyobb haszonnal tudta eladni. A földközi tengeren át érkezett rengeteg fűszer, selyem és különféle illatszer, amiért nagy pénzeket tudtak az emberek kidobni az ablakon, hisz akinek volt olyannyi otthon, az biztosan nagy embernek számított.
A keresztény vallás a középkori ember mindennapjait gyakorlatilag jelentős mértékben meghatározta. A keresztény ünnepek határozták meg azt, hogy mely napok lehettek azok, amikor az emberek pihenőnapot tarthattak, illetve mi alapján osztották be a munkanapokat. A keresztelés, az esküvő és a temetés is az egyház közbenjárásával zajlott. Az egyház tagjai, a papok segítették ezeket lebonyolítani, írni-olvasni szinte csak ők tudtak, ők voltak a latin nyelv ismerői. A keresztény egyház élén a pápa állt, aki Rómában élt. A papság egyik csoportja a világi papok voltak, akik a hívekkel foglalkoztak. Szigorú hierarchia szerint éltek, tehát egyes címek elnyeréséhez évek kitartó munkájára volt szükség. Az érsekek irányítottak egyszerre több egyházmegyét, amiknek az élére egy-egy püspököt neveztek ki. Az alsó papsághoz tartoztak a plébánosok, akik a kisebb települések templomaiban hirdették az isteni ígét. A másik csoportot szerzetességnek nevezzük. Többnyire a világtól elzártan, kolostorokban éltek. Imádkoztak és szabadidejükben könyveket, kódexeket másoltak, tanítottak, betegeket ápoltak, prédikáltak. A bencés szerzetes rend mottója volt, hogy ora et labora, vagyis imádkozzál és dolgozzál. A rend alapítója Nurziai Szent Benedek volt, aki a 6. században fektette le a szerzetes rendje alapjait. A 13. század végétől jelennek meg a kolduló rendek főleg városokban, ilyenek voltak a ferencesek is, akik a szegények és az elesettek megsegítéséért küzdöttek. A ferences rend alapítója Assisi Szent Ferenc. A keresztény egyház vezetője a nyugat-római birodalom bukását követően Róma püspöke, a pápa volt. Keleten ugyanakkor a kereszténység központjává Bizánc vált. Szervezeti felépítése, kultúrája, szokásai eltértek a nyugatiakétól. Mivel a két fél nem tudott abban dönteni, hogy ki lehet a kizárólagos egyedüli vezetője a keresztény egyháznak, így 1054-ben megtörtént az egyház szakadás. Így a keleti és a nyugati kereszténység teljesen elvált egymástól. Azok, akik a hivatalos keresztény tanokkal ellenkező tanítást terjesztették, azokat nevezték eretnekeknek. Ugyanúgy keresztényeknek vallották magukat, csak épp valamit másféleképpen értelmeztek a Bibliából. Az eretnekeket üldözték. A keresztény egyház azokat az embereket, akik példamutató életet éltek, illetve sokat tettek a keresztény hit terjesztéséért, azokat szentté avatták. A legjellemzőbb építészeti stílusai a középkornak szintén a kereszténységnek köszönhetően lettek népszerűek. Ezek voltak a román és a gótikus stílus. A román stílusú épületek vastag falazatú, kis ablakokkal rendelkező épületek voltak, míg a gótikában megjelentek a magas, vékony falak, nagy díszes, színes ablaküvegekkel, rózsaablakokkal, díszes szobrokkal, csipkékkel, boltívekkel. A középkor utolsó szakaszában a gazdaságban jelentős változások történtek. Megjelentek új módszerek, eljárások, például feltalálták a szövőszéket. A pénz szerepe jelentősen nőtt, pénzváltóhelyeket hoztak létre azért, hogy ott a külföldi pénzt váltsák helyire. Létrejöttek a bankok, ahol az emberek kérhettek kölcsön pénzt, amit meghatározott időre vissza kellett fizetni, de az emberek itt őrizhették is a vagyonukat. A hűbériség kezdte végnapjait élni, mivel a hűbéri rendszer egyre lazábbá vált. Egyre több helyen a katonai szolgálatot az emberek már nem hűségért, hanem pénzért vállalták el. Lovagok helyett is inkább már zsoldosokkal bővítették a hadsereget. Ők voltak azok a katonák, akik fizetségért, zsoldért cserébe harcoltak annak az oldalán, aki azt ki is fizette. Megalakult a rendiség. Az emberek most már nem Istentől eredeztették a királyi hatalmat, hanem azt mondták, hogy csak az emberek dönthetnek arról, hogy ki és hogyan uralkodhat. Ezért a hatalmát meg kellett osztania a királynak a rendekkel. Három rend működött. A nemesség, a papság és a polgárság. Azokat a találkozókat, ahol a király a rendekkel megvitatott fontos kérdéseket és ezekben döntöttek, rendi gyűléseknek nevezzük. A 14. századra új hatások érték Európát. A művészetekben megjelent központi témaként a természet, az ember tisztelete, ami a humanizmusból eredeztethető. A humanista szemlélet az ember központuságot helyezi előtérbe, ez jelentős hatást is tett a reneszánsz stílus irányzatra, ami külön hangsúlyt fektetett az ókori hagyományok felélesztésére. A reneszánsz a francia újjászületés szóból származik. A 15. századra egy új módszer épült be az írni-olvasni tudók hétköznapjaiba. Ez volt a könyvnyomtatás, amit Gutenberg talált fel. Így olcsóbban és gyorsabban lehetett olvasható könyvoldalakat előállítani. A minőség magáért beszélt, ugyanis így egyre kevésbé volt igény arra, hogy minden egyes könyvet az ember kézzel másoljon át.
A 15. század végére az európai kereskedők számára fontossá váltak új kereskedelmi útvonalak létrehozása, mivel a keleti áruk főleg török és arab kereskedők segítségével jutottak Európába, amit az itáliai kereskedők szereztek be tőlük. Ezekért arannyal és ezüsttel fizettek az emberek, így Európában aranyéhség tört ki, ugyanis aki rendelkezett arannyal, ezüsttel, azt tudott keleti árut vásárolni. A legnagyobb hasznot ezért abban látták, ha európai kereskedők közvetlenül a keleti országokba el tudnak látogatni, hogy onnan maguk szerezzék be azt, amit nagyobb haszon reményében el tudnak adni. Hisz akkor nem a kereskedőtől, hanem a termelőtől tudná beszerezni a keleti fűszereket. A portugálok ezért Afrika megkerülésével akartak Indiába eljutni. Ez viszont sikerült. Kolumbusz meggyőződése az volt, hogy nyugatra kell haladni, ugyanis ha a föld gömbölyű, akkor Indiát úgy tudja majd megközelíteni, hogy nem kell azért megkerülnie egy egész kontinenst. Amikor partot ért, azt hitte Ázsia partjaihoz érkezett, de tévedett. Kolumbusz Kristóf 1492-ben így fedezte fel Amerikát. Az új világot viszont Amerigo Vespucciról nevezték el. Ő ismerte fel először, hogy ez egy teljesen új földrész. Kolumbusz pedig az ott élő őslakosokat tévesen nevezte el indiánoknak India után. Magellán viszont teljesítette azt az utat, amiről Kolumbusz csak álmodhatott. Ő körbeutazta a földet, ugyanis Dél-Amerikánál talált egy átjárót Ázsia felé. Magellán az út során meghalt, de a flotta legénysége visszatért Spanyolországba, hogy közölje, Magellán a csapatával teljesítette a feladatot. Elsőként hajózták körbe a földet. Az új világra rövidesen hódítók, spanyol, portugál hódítók érkeztek, akik hazájuk nevében meghódítottak területeket, az őslakosokat, az indiánokat leigázták, becsapták és rabszolgaságba taszították őket. Az ott fellelhető aranyat és ezüstöt Európába szállították. Az európai ember itt találkozott először a kukoricával, a burgonyával, a paradicsommal, a paprikával, rengeteg gyümölccsel és a kakaóval, ami a csokoládé egyik fontos összetevője volt, és ha már egy másik szenvedélyforrásról is beszélnünk kell, a dohány is Amerikában termett. Minden meghódított terület az európai államok gyarmatai lettek, tehát gyarmatnak nevezzük azt a meghódított területet, amit egy ország távol a saját ország határaitól, a saját igényeinek megfelelően használ, birtokol. Amerika őslakói az indiánok, akiket tévesen India után neveztek el, mivel Kolumbusz először, mikor Amerikába ért, azt hitte, Indiában van. Ám fontos kihangsúlyozni, hogy Kolumbusz előtt volt egy európai nép, amelyik eljutott Amerikába. Ők voltak a vikingek, akik 1000 környéken járhattak itt. Kolumbusz korában, vagyis a 15. század végén, a 16. század elejéig két indián birodalom működött. Az azték és az inka birodalom. Az aztékok Közép-Amerikában éltek, egy szervezett katonai államban rendelkeztek, nagy városokkal. Dél-Amerikában az inkák éltek, ám eredetileg csak az uralkodót és azok rokonait nevezték inkáknak. Náluk jellemző volt az öntözéses földművelés és a fejlett úthálózat. A hódítók az indiánokhoz képest elenyésző létszámmal jelentek meg, de korszerű fegyverzetük segítségével nagyon hamar leigázták az indiánokat. A spanyol hódítóknak köszönhetően az indiánok nagyon hamar rabszolgákká váltak. Arany és ezüst bányákban, földeken kezdték dolgoztatni őket. Nem elég, hogy embertelenül bántak velük, de az Európából érkezett betegségekkel az indiánok szervezete akkor találkozott először. Így lélekszámuk nagyon hamar a tizedére csökkent. A létszámpótlás érdekében Afrikából kezdtek behozni fekete rabszolgákat. Amerika felfedezését követően a távolsági kereskedelemben komoly változások történtek. A luxus cikkek helyett élelmiszereket, nyersanyagokat, iparcikkeket kezdtek szállítani. A kereskedelem központja a Nyugat-Európa partvidéke lett az új világ arany és ezüst készletének köszönhetően. Nyugat-Európában a népesség növekedni kezdett, viszont a mezőgazdaság nem tudott ennyi embert eltartani, így élelmiszer hiány alakult ki. A kereskedők hirtelen nagy mennyiségű élelmiszert hoztak Közép-Európából, ahol ez a népesség növekedés nem volt jelen. Cserébe iparcikkeket küldtek nekik. A megnövekedett keresletet a céhek sem tudták fenntartani, így létrejöttek a manufaktúrák. A manufaktúrák tulajdonosai pénzt fektetnek a manufaktúrákba, hogy bérmunkások készítsék el az iparcikkeket. A bérmunkások kevesebb pénzért dolgozó, betanított fizikai munkások és nem kézműves mesteremberek voltak. A betanult részét a munkának egy bérmunkás végrehajtotta a készülő iparcikken, és adta tovább a következő munkásnak a manufaktúrán belül. Tehát egy szék elkészítésénél is például volt, aki a lábakat készítette el, volt, aki a háttámlát, és volt, aki magát az ülést, és volt, aki ezeket összerakta. A munkamegosztásnak köszönhetően egy-egy terméket gyorsabban elkészítettek.
Egész ideig az államok kicsit elszigetelten fejlődtek a maguk módján, azonban most gazdaságilag összekapcsolódtak egymással. A termelés és a kereskedelem világméretűvé vált, a kereskedelmi útvonalak behálózták az egész földet. Így létrejöhetett a világkereskedelem. Nyugat-Európa volt a legfejlettebb, létrejöttek különböző vállalkozások, de gyakran a vállalkozóknak nem volt tőkéje, amit belefektessenek, ezért gyakran kölcsönkértek. Erre jöttek létre a bankok, ahol ezt meg lehetett tenni. Ott vettek fel kölcsönt, vagyis a bank pénzt hitelezett a vállalkozónak, akinek azt majd vissza kellett fizetnie. A gyarmatokról jött sok nemesfém viszont rontotta a pénz értékét, ezért az áruk értéke gyorsan növekedni kezdett. A népesség növekedés hatására sokan kerestek munkát, így a munkaerő olcsóvá vált. Az alacsony bérek miatt viszont a magas árral rendelkező termékeket nem tudták megvenni az emberek, így pedig sokan elszegényedtek. Akinek nem volt munkája, hamar koldus lett belőle. Nem volt se munkája, se otthona. A 16. századra a katolikus egyháznak volt egy furcsa, bevett szokása. A papok búcsú cédulákat árultak az embereknek. Azt hirdették, hogy ha valaki vásárol egy cédulát, akkor a haláluk után a bűneikért nem kell vezekelni majd a más világon. A valóság azonban szörnyűbb volt. Ugyanis a pápa ebben az időszakban fényűző életet élt, de ez jellemző volt néhány német érsekre is, és azért, hogy ezt az életmódot fent tudják tartani, a búcsú cédulákból származó bevételeket használták erre. Ez ellen lépett fel Luther Márton ágostorrendi szerzetes, aki a Wittenbergi Egyetemen tanított. 1517-ben a Wittenbergi vártemplom kapujára tűzte ki 95 tételét, és ezzel kezdetét vette a reformáció, aminek a célja az volt, hogy a római, későbbi nevén katolikus hitvallást megújítsák. Luther azt vallotta, hogy a bűneinket egyedül Isten bocsáthatja meg, ehhez nincs szükség az egyházra. A hit alapja a Biblia, tehát ebből kell szerezni közvetlenül az információt. Kihangsúlyozta, hogy a szertartásokat minden nép a saját nyelvén tartsa meg, és ne latinul. Luther nézete hamar elterjedt és komoly követőtábora alakult ki. Ez annak is köszönhető, hogy Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást, így Luther írásai gyorsan terjedhettek, és az olvasni tudók körében hamar népszerű lett. Luther követőit luteránusoknak nevezték, akik létrehozták az evangélikus egyházat. Svájcban Calvin János hasonló megújító mozgalmat szervezett. A templomokból száműzte a szobrokat, festett képeket. Az ő követői a kálvinisták hozták létre a református egyházat. Egy másik csoport, az újrakeresztelők azt tanították, hogy az embereket felnőtt korukban kell megkeresztelni. Őket hívták még úgy, hogy anabaptisták. A Szent Háromság tagadók szerint Jézus és a Szentlélek nem azonos Istennel. Az egy Isten nem lehet három személy. Az akkori Magyarországon ez annyira nem volt jelen, de Erdélyben igen erős tábora alakult ki ennek az irányzatnak. Magukat unitáriusoknak nevezték, de előfordult még, hogy antitrinitáriusoknak hívták őket. A reformáció során létrejött új egyházak híveit összefoglalóan protestánsoknak nevezzük. A protestálás egyébként tiltakozást jelent. A katolikus egyház a reformáció ellensúlyozására meghirdette a katolikus megújulást, vagy másik nevén az ellenreformációt. Új alapokra helyezték a papok nevelését. Létrejött a jezsuita rend, amelyik a gyerekek iskoláztatásával foglalkozott, de fő feladatuk a hittérítés volt. A protestáns egyházakhoz pártolt emberek visszahívása a katolikus egyházhoz. Egyre több pap döntött úgy, hogy a szegényeket fogja segíteni. A reformáció hatására a Bibliát több helyen lefordították és új iskolákat alapítottak. A reformáció miatt azonban az emberek egymás ellen fordultak. Egy országon belül is előfordult az, hogy a katolikusok és a protestánsok szemben álltak egymással. Sokan vallásüldözések és vallásháborúk áldozatai lettek. Ez a konfliktus helyzet főleg a német tartományokat érintette. A 15. századra az egységes Spanyolország annak volt köszönhető, hogy a mai ország területén levő királyságok uralkodó családjai házasságkötések útján egyesítették területeiket egy nagy királysággal. A 16. század elejére a Habsburg 5. Károly német-római császár spanyol király is lehetett, uralma Németalföldre is kiterjedt. Így birodalma nagysága miatt sokszor emlegette a korembere, hogy itt sohasem nyugszik le a nap. Németalföld a leggazdagabb tartománya volt az akkori Spanyolországnak. A világkereskedelem központja lett, ugyanakkor a németalföldiek jogait a spanyol király sárba tiporta, adókat vetett királyuk, a protestánsokat pedig üldözte. A németalföldiek ezért szabadságharcot robbantottak ki, amivel kivívták Németalföld függetlenségét. Így jött létre Hollandia. Hollandiában volt egész Európában a legfejlettebb a mezőgazdaság.
itt alkalmazták először a vetésforgót, híresek voltak a hollandok a virágkertészetükről, hiszen a tulipánok szakértői voltak. Iparuk fejlettségéről tanúskodik, hogy az első mikroszkópot is itt készítették el. A hollandok tengerhez közel éltek, így nem is csoda, hogy bevételük fő forrása a kereskedelem lett, és az egyik legkomolyabb világkereskedelmi kikötővel rendelkezhettek. Spanyolország eközben hanyatlani kezdett. Hiába volt európai szinten az egyik legnagyobb állam, a tengereket is uralni kívánta. Ezért létrehozták a spanyol armadát, ami a legnagyobb hajós flotta volt. A cél az volt, hogy az angoloktól átvegyék a vizek felett az ellenőrzést és megbosszulják az angol kalózok fosztogatását a gyarmataikról és a spanyol hajókról, ám ebbe csúnyán belebuktak. Az angol hajóflották megsemmisítették a legyőzhetetlen armadát, a spanyol világhatalom véget ért. Anglia igazán fejlődésnek a 16. századtól indult. A földesurak áttértek a juhtenyésztésre, mivel a gyapjút feldolgozó posztóiparban tevékenykedni igencsak jövedelmező volt. Földrajzi fekvése miatt kevés háborúban harcoltak az angolok, hiszen a tenger választotta el őket más királyságoktól. Észak-Amerikában angol gyarmatok jöttek létre, a spanyol armada legyőzésével pedig hamar tengeri nagyhatalom lett. Az egyik uralkodó, 8. Henrik saját egyházat hozott létre, mivel feleségétől el akart válni, mert csak lánygyermeket tudott neki szülni. A pápa ezt elutasította, hogy feloldja a házasság szentségét, ezért Henrik létrehozta az anglikán egyházat, ahol az elválás egyházilag lehetséges volt. A 16. században a hatalmi egyensúly úgy működött Angliában, hogy az uralkodó és a parlament közösen kormányozta Angliát, ám a 17. századra az angol királyok egymaguk akarták uralni az országot. Korlátlan hatalmat, ha úgy tetszik, abszolút hatalmat akartak. Csak ők uralkodjanak és senki más. Ezért a parlamentet évekig össze se hívták. Első Károly angol király 1640-ben összehívta a parlamentet. Adókat akart megszavaztatni, mert pénzre volt szüksége, ám a parlament nem szavazta meg. Ez volt az angol forradalom kezdete. A királypártiak és a forradalmárok összecsaptak egymással a nyílt utcán. A forradalom polgárháborúvá vált. Polgárháborúnak nevezzük azt a konfliktust, mikor egy állam lakói az ország területén belül egymás ellen harcolnak, háborúznak. Eleinte a király állt nyerésre, de egy parlamenti képviselő, Cromwell újjászervezte a parlamenti hadsereget és győzelmet aratott. Lovaskatonáit vasbordájúaknak hívták. 1649-ben kivégezték első Károly angol királyt. Anglia államformája innentől nem királyság, hanem köztársaság lett. De a hatalom valójában végig Cromwell kezében volt, aki elfoglalta Írországot és Skóciát is. Cromwellt Lord Protectornak nevezték. Halála után Anglia újra királyság lett. Ám az új uralkodó a régi rendszer szerint akart uralkodni, ezért viszont az angolok új uralkodót hívtak az országba, aki átveheti a trónt. A régi így elmenekült. 1689-től Anglia államformája alkotmányos királyság lett. Ez azt jelentette, hogy a király uralkodik, de nem kormányoz. A törvényeket a parlament hozta meg. A végrehajtó hatalom a kormány lett, amelyik a törvények alapján látja el a feladatát. Az igazságszolgáltatás független lett, sem a parlament, sem a kormány, sem a király nem befolyásolhatta az ítéletek meghozatalában. A 17. századra Európában vallási ellentéteknek köszönhetően a katolikus Habsburgok és a protestáns alattvalói között háború alakult ki. Ebből kialakult a 30 éves háború. A Habsburgok vereségének köszönhetően a károk óriásiak lettek. 1 millióan haltak meg. 1648-ban megkötötték a Vesztfáliai békét. A német-római császárság 300 tartományra széthullott. Elismerték Svájc és Hollandia függetlenségét. A francia királyságban közben kialakult a korlátlan királyi hatalom, vagy másik nevén az abszolút királyi hatalom, vagy abszolutista monarchia, abszolút monarchia. Ebben az időben 14. Lajos volt a francia király. A hatalmat nem osztotta meg senkivel, minden az ő kezében összpontosult. Ő hozta a törvényeket, kormányozta az államszervezetet, és ő volt a legfőbb bíró. Az igazságszolgáltatás gyakorlatilag tőle függött. Napkirálynak is nevezték a fényűző életmódja miatt. Versailles-ban egy hatalmas palotát építetett magának, állandó hadsereget állítatott fel, ahol először vezették be a világon az egyenruha viselését. Országa bővítéséhez és nagyobb bevételek szerzéséhez 14. Lajos hadjáratokat indított. A legértékesebb hadjáratot a spanyol örökösödési háború jelentette számára, ám vereséget szenvedtek a franciák, a kincstár pedig kiürült.
A 17. századi Oroszországban Első Péter került hatalomra. Az orosz uralkodó cárnak nevezzük. Első Péter, vagy másik nevén Nagy Péter eldöntötte, hogy Oroszországot a fejlődés útjára viszi, felzárkóztatja Európához. Új fővárost is alapított, Szentpétervárnak nevezték el az ő neve után. Ám hiába próbálta erőszakosan fejleszteni a birodalmát, sokan még így se voltak hajlandóak európai divatnak megfelelően öltözködni, a férfiak nem szívesen vágták le a szakálukat, és a parasztok többsége nyomorban élt továbbra is. A 18. század az ember megvilágosodásának korszaka. Hirtelen a tudományokban jelentős változások történtek. Ezt nevezik a felvilágosodás korszakának, amikor is új gondolkodásmódok, elméletek látnak napvilágot. A felvilágosodás képviselői szerint minden embert megilletnek az emberi szabadságjogok. Minden ember szabadnak születik, mindenkinek joga van ahhoz, hogy kimondja azt, amit gondol, a törvény előtt mindenki egyenlő. Vagyis úgy gondolták, hogy nincsen az embereknek születési előjoga. Senki sem lesz attól több, hogy valaki jobbágy, valaki meg arisztokrata. Ezt a felvilágosult gondolkodók elutasították, de még azt sem szerették, ha egy uralkodó mindent egymaga akart irányítani. Zsarnoknak tartották. Ezért nem támogatták a korlátlan királyi hatalmat, vagyis az abszolutizmussal nem értettek egyet. Anglia ebben mutatott példát, a hatalmi ágakat szétválasztották. Így a zsarnokoskodás elkerülhető. A király uralkodik, de nem kormányoz, a parlament hozza a törvényeket, a kormány irányítja az államszervezetet, a bíróság igazságot szolgáltat. A francia gondolkodók alkotása volt a nagy enciklopédia, ami a korszak valamennyi tudományágának eddigi ismereteit gyűjtötte össze. Rousseau gondolata a népfelség elve is megtalálható volt a könyvben. A népfelség elve szerint a hatalom a nép kezében van, és az sohasem volt a királyé. A nép csak átruházza a királyra, de ha a király visszaél kapott hatalmával, zsarnokká válik. A nép ekkor jogot kap arra, hogy letaszítsa az uralkodót a trónról. Az emberek közül többen elkezdtek vállalkozásokat indítani. Egy új társadalmi réteg, a polgárság kezdett erősödni. A polgárok szabadságjogokat követeltek maguknak, és szembefordultak az uralkodókkal. A polgárok mind olyan emberek voltak, akik nem rendelkeztek születési előjoggal, nem voltak ők arisztokraták, de még az uralkodói családok tagjai sem voltak. Észak-Amerikában az első angol telepesek a 17. századra jelentek meg. A 18. századra már 13 angol gyarmatot tudhattak ott magukénak az Atlanti-óceán partvidékén. Ezek felügyeletével az angol helytartó lett megbízva. Az angol királyi kincstár kiürült, és azért, hogy a hiányt pótolják, adót akartak kivetni a gyarmatokon élő telepesekre is, akik ezt sérelmezték, hiszen a maguk álláspontját nem tudták képviselni a parlamentben, hiszen ők az Atlanti-óceán másik felén voltak, Amerikában. Ráadásul úgy érezték, hogy ezért a szabadságuk is veszélyben forog, nem dönthettek a sorsukról. Az elégedetlenkedés viszont már sokkal inkább szólt függetlenedésről, az anyaországtól való elszakadásról. Az angol parlament eltörölte az adókat és a vámok jó részét, a teavám kivételével. Emiatt amerikai telepesek Boston kikötőjében indiánoknak öltöztek, és az angol tearakományát három hajónak a tengerbe hajtották. Ez volt a bostoni tea délután. 1775-ben kitört a 13 gyarmat függetlenségi háborúja. Az észak-amerikai telepesek felkészültek, majd 1776. július 4-én kiadták a függetlenségi nyilatkozatot Philadelphiában. A dokumentum meghatározta az emberi szabadságjogokat és a függetlenséget, az önálló államiságot. A gyarmatok anyagi támogatásáról az angolok ellenfelei, a franciák gondoskodtak, és George Washington vezetésével az észak-amerikai telepesek győzelmet arattak a háborúban. A független gyarmatok elfogadták közös alkotmányukat, szétválasztották a hatalmi ágakat. Létrejött az Amerikai Egyesült Államok. Államformája köztársaság lett. Élén a megválasztott elnök állt, aki a végrehajtó hatalmat képviselte. A kongresszus pedig mint törvényhozó testület működött. Az új államot gyakran USA-nak is nevezzük, ez az Amerikai Egyesült Államok angol megfelelőjének rövidítése. Első elnöke George Washington lett. Látszólag itt minden ember egyenlő volt. Leszámítva a fekete rabszolgákat és az indiánokat. Őket nem vették ember számba.
A francia királyság a 18. század leggazdagabb és legtehetősebb európai állama volt, azonban az 1780-as évekre fizetésképtelenné vált. A hadikiadások magasak voltak, a királyi udvar a fényűző élet fenntartása érdekében csak úgy szórta a pénzt. Az 1780-as évek végére rendszeressé váló aszály miatt a gabonatermés rossz lett, a kenyérára folyamatosan drágult, ami miatt több helyen éhséglázadás tört ki. 16. Lajos francia király szakított az abszolút monarchia szokásaival, összehívta a rendi gyűlést 1789-ben. A polgárság komoly politikai hatalmat szerzett, arra hivatkoztak a polgárok, hogy a nemzetek 90%-át ők képviselik, ezért a rendi gyűlést átszervezték nemzetgyűléssé Franciaországban, kiadták az emberi és polgári jogok nyilatkozatát és megszületett az új francia alkotmány. A francia királyság államformája innentől alkotmányos monarchia lett. 16. Lajos titokban megpróbálta azonban visszaállítani az abszolút monarchiát, segítséget kért a porosz királytól és az osztrák császártól, akikkel a franciák korábban háborúztak, azonban a Párizsban kitört politikai válság, népfelkelés és a francia király tervének kiszivárgása 16. Lajos népszerűtlenedéséhez és bebörtönzéséhez vezetett. 1792-ben kikiáltották a köztársaságot. A francia köztársaság viszont hirtelen mindenki ellenfele lett Európában, hiszen valamennyi állam monarchia volt, így az európai nagyhatalmak veszélyt láttak a franciák vívmányában, hogy az divatot teremthet a többi ország polgárai között, és ezzel uralkodói családokat fosztanának meg a hatalom gyakorlásától, de ebbe a félelembe még Anglia is beleszállt és szövetséget kötött az európai államokkal, hogy az új francia országot legyőzzék. 1793-ban kivégezték 16. Lajos francia királyt, ez bőven elég volt ahhoz, hogy a baj tovább fokozódjon az országon belül. A francia köztársaság vezetői még a belső válsággal, a királypártiak felkelésével, az éhezéssel sem tudtak megbirkózni, így 1793-ra a jakobinusok kezébe került a hatalom. Ők képviselték a francia kisemberek érdekeit, gyakorlatilag a társadalom egy szegényebb rétegét tudták megszólítani politikai céljaik eléréséhez. Nevüket onnan kapták, hogy gyűléseiket a Szent Jakab kolostornál tartották. A jakobinusok szerint az államnak kell mindent irányítania. Vezetőjük Robespierre volt az, aki szerint el lehetett venni a gazdagok tulajdonának egy részét azért, hogy enyhítsenek az éhínségen és a politikai válságon. A forradalom belső és külső ellenségeivel szemben terrort alkalmaztak, vagyis a hatalmukat úgy tartották fenn, hogy a vélt vagy valós ellenséget megfélemlítették különböző büntető módszerekkel, vagy vérüket ontották. Már aki gyanús volt, az bíróság elé állították és halálra ítélték. A jakobinusok leverték a királypárti lázadást, majd a külföldi hadszíntereken is sikerrel vették az osztrák, porosz, illetve angol támadásokat is. A francia polgárság a külső harcok enyhülésével megbuktatta a jakobinusokat, vezetőiket pedig 1794-ben kivégezték. Újabb lázadások kezdődtek. Lázadtak az elkeseredett, elszegényedett polgárok, a királypártiak, azonban eredményre nem jutottak. A párizsi felkelést Bonaparte Napóleon verte le, aki egy korzikai származású francia tábornok volt. A katonai sikereinek köszönhetően a politikai karriere is felívelt ebben a forradalmi időszakban, 1799-ben már ő irányította az akkori Franciaországot, 1804-ben pedig császárrá koronáztatta magát. A 20. század eleje voltaképp a nagyhatalmi ellentétek kiéleződéséről szólt. A fokozódó területi igények miatt a francia-német ellentét felerősödött. Az akkori Németország erőteljes fegyverkezésbe kezdett, aminek eredményeképp korszerű flottát tudhatott magának. A Berlint Bagdaddal összekötő vasútvonal megépítése az angolok kereskedelmi érdekeit sértette, míg az osztrák-magyar monarchia pedig a Balkánon tanúsított területi igényei miatt Oroszországgal került szembe, mivel az oroszok a szerbeket támogatták, akik nem engedtek a monarchia nyomásának. Az 1910-es évek elejére így alakult ki két nagyhatalmi szövetség. Az egyik a központi hatalmak néven tömörült egységé. Ennek volt a tagja Németország és az osztrák-magyar monarchia. A másik szövetség volt az Antant, aminek tagja volt Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország. Az első világháború közvetlen kiváltó oka 1914. június 28-án történt. Ez volt a szarajevói merénylet, vagyis mikor az osztrák-magyar monarchia trónörököse Ferenc Ferdinánd Szarajevóba látogatott, egy Gavrilo Princip nevű szerb nacionalista fiatalember hidegvérrel lelőtte őt és a feleségét. Ez a tett arra sarkalta az idős Ferenc József osztrák császárt és magyar királyt, hogy elégtételt vegyen a terrorcselekményért. A merényletet követően egy hónappal, vagyis 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának. Szerbiát viszont Oroszország támogatta,
Így kénytelen volt hadba lépni, majd a két katonai tömb tagjai sorra beléptek a harcba. Ezzel kezdetét vette az első világháború, amit az akkori ember csak úgy emlegetett, a nagy háború. A háború kitörésének voltak azonban mérehatóbb okai is. Az imperialista politika. A világ újrafelosztását támogató eszmerendszer, ami agresszív területszerzésre sarkalta az embereket, illetve a nacionalizmus miatt az országok egymásban sem bíztak. Vagyis voltak épp az európai diplomácia csődöt mondott, mert a nagyhatalmak nem voltak képesek békés úton rendezni sérelmeiket. Azt érdemes tudni, hogy a nagyhatalmak mellé felsorakozott több európai és Európán kívüli ország a két katonai tömb, a központi hatalmak és az Antant oldalán. A harcok jelentős része viszont Európában zajlott le. Az első világháború kitörésekor a nagyhatalmak erőviszonyai voltak épp kiegyenlítettek voltak, de a harcok hosszú ideig elhúzódtak, ez pedig az Antantnak volt kedvező. Ebben szerepet játszott a földrajzi elhelyezkedésük is, mivel a franciák és az angolok nyugatról, az oroszok keletről támadtak a központi hatalmakra, afféle óriási harapófogóként támadtak. Az Antant számára további előny volt, hogy az angolok és a franciák a gyarmataikról jelentős gazdasági tartalékot tudtak mozgósítani, a tengereken pedig flottáikkal meggátolták a központi hatalmak közlekedését. Mindkét fél tábornokai úgy vélték, hogy a 19. századi módszerekkel az új haditechnikát legalább ennyire hatékonyan lehet majd használni. Azt gondolták, hogy rövid háborújuk lesz, amit egy döntő csatával le lehet majd rendezni. Tévedtek. A németek a villámháború haditervet dolgozták ki, ami szintén erre a gondolatmenetre épült, azonban annyi különbséggel, hogy a németek nem rendelkeztek elég erőforrással egy hosszú háborúhoz, ezért az idővel próbáltak gazdálkodni. A valóság végül úgy alakult, hogy 1914 és 1918 között álló háború alakult ki a két katonai tömb között. Szüntelenül ropogtak a harcszereken a fegyverek. A gépfegyverek és az ágyuk elsősorban a védekezésre voltak alkalmasak. A katonák lövészárkokat ástak, az árokba bújva pedig onnan lőttek az ellenség árok vonalára. Mivel értelmetlen halál lett volna gépfegyvertűzzel szemben rohanni az ellenség árok vonaláig, ezért mindkét fél katonai ereje megtorpant és az árkokból támadtak egymásra. Az árkok voltak épp valóságos árokrendszerek voltak, amik viszonylag biztonságos közlekedést nyújtottak. Egy-egy támadás hatalmas veszteségekkel járt, ami még inkább arra késztette a katonákat, hogy ne rohamozzák meg egymást. Nem véletlenül nevezték a két szemben álló fél árokrendszere közti üres részt a senki földjének. Ha a védekező fél időben észrevette a rohamozó támadó felet, pillanatok alatt lelőtték őket. Így zajlott az álló háború. Az autók rendszeres használata mellett megjelentek az új fegyverek is. Először használtak háborúban harcigázt, amit a németek használtak legelőször. A britek vetették be először a tankokat, vagyis a harckocsikat. Tömegesen kezdte el a két katonai tömb használni a tengeralattjárókat és a repülőket is, utóbbit csak felderítésre tudták használni. A háború ideje alatt a hátországokban, vagyis az emberek hétköznapi életében is komoly változások álltak be. Minden háborúba belépő országnál átálltak a haditermelésre. A legtöbb áruból hiány volt a boltokban, ezért bevezették a jegyrendszert. Például jegy nélkül nem lehetett kenyeret venni, és ha volt valamire jegyed, abból is csak egy bizonyos mennyiséget vásárolhattál. Az újságokban cenzúrázták azokat a megnyilvánulásokat, amik a háború ellen szóltak. A nők tömegesen munkába álltak, főleg gyárakban dolgoztak. A hosszú haj viselését emiatt többen elhagyták, így vált divattá a rövidebb női frizura. Az elhúzódó háború éhezéshez vezetett, az emberek sztrájkolni és tüntetni kezdtek, békét akartak. Az első világháború egy bizonyos idő után már sok volt a katonáknak is. Már a kezdetén is előfordult, hogy a katonák harc helyett időnként megbarátkoztak egymással. Erre általában az ünnepek voltak a legalkalmasabbak. Karácsonykor volt olyan eset, ahol például előjöttek az árkokból az emberek és együtt ünnepeltek. 1917-től ezek a katonabarátkozások egyre sűrűbbek lettek és egyre többen tagadtak meg katonai parancsot, vagy épp lázadoztak. 1917. novemberében Oroszországban forradalom tört ki, aminek eredményeképp Oroszország különbékét kötve Németországgal kilépett a háborúból. Az Antant oldalán ebben az időszakban csatlakozott az Amerikai Egyesült Államok a háborúba.
Az amerikaiakat a német tengeralattjárók portyázása zavarta, illetve az, hogyha az Antant veszít, azzal az ő gazdasági érdekei is sérülnek, mivel az angoloknak és a franciáknak árut a háború ideje alatt nagy számban szállítottak. Ezzel teljes egészében az Antant lett a legerősebb katonai tömb. 1918 tavaszára Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és szövetségeseik teljesen kimerültek. 1918 nyarán az Antant döntő erejű győzelmeket tudhatott magáénak. Az árokrendszerek pergőtűz alá vonásával rövid időn belül felszámolták az állóháborút. 1918 őszén sorra letették a központi hatalmak katonái a fegyvereket. Németországban, mikor forradalom tört ki, kénytelenek voltak aláírni a fegyverszüneti egyezményt. Az első világháború a központi hatalmak vereségével zárult. A frontvonalakon közel 10 millióan vesztek oda. A háború megtépázta a világot. Forradalmak törtek ki, így az Osztrák-Magyar Monarchia eltűnt a térképről, de még az Oszmán Birodalom is. A Párizs környéki békék súlyos feltételeket szabtak ki a veszteseknek jóvátételként. Az Amerikai Egyesült Államok a világ legerősebb gazdasági és politikai nagyhatalma lett, mellette pedig még Japán is megerősödött. Az első világháború alatt Oroszországban általánossá vált az éhezés, amiben naponta többen is meghaltak. 1917. februárjában sztrájkok és tömeges tüntetések vették kezdetüket, meg akarták buktatni a cári rendszert. A forradalom győzelme után megalakult az ideiglenes kormány, ami egy demokratikus Oroszországot akart létrehozni, azonban nem vették figyelembe az emberek békevágyát és folytatták a háborút. A munkások és a katonák tanácsokat hoztak létre, oroszul szovjeteket. A szovjetek tekintélye folyamatosan nőtt, mivel háború ellenesek voltak, békét akartak. A szovjeteken belül egy új mozgalom képviselői, a bolsevikok vették át az irányítást. A bolsevikokat Lenin vezette, akikkel sikeresen megbuktatta az ideiglenes kormányt, átvették a hatalmat. Lenin vezetésével új kormány alakult, ez volt a népbiztosok tanácsa. Oroszországot kiléptették a háborúból, majd földeket osztottak a parasztoknak. Sok ember rokonszenvét nyerték el a bolsevikok így, akik meghirdették a szocialista forradalmat. Kitűzték végső céljuknak, hogy megszüntetik a magántulajdont, és olyan világot teremtenek, ahol mindenki jólétben él. Azt vallották, hogy ez viszont csak a diktatúra bevezetésével érhető el. Fontos megjegyezni, hogy a bolsevikok jelképes színe a vörös volt. Egy ellenforradalmi csoport a fehér színt viselte, amivel azt fejezték ki, hogy ők a cári családot akarják Oroszország élére visszakapni, vagyis álljon vissza a régi, magántulajdon alapú polgári Oroszország. A fehérek ellenforradalmat indítottak, azonban a bolsevikok kivégezték II. Miklós orosz cárt és családját, majd a vörösök leverve ezt a polgárháborút, 1922. decemberében Oroszország helyére egy új államot, a Szovjetuniót hozták létre. Az első világháború körülbelül 10 millió ember életét követelte. Ezt a számot úgy érték el, hogy a katonák harcképességét azzal a hazugsággal növelték, miszerint ha a saját hazájuk vereséget szenved, azzal sanyarú sors várhat mindenkire. Ennek azonban az a következménye lett, hogy a háború után az emberek hozzászoktak a kegyetlen hazugságokhoz, a hazug propagandához és mérhetetlen gyűlöletet éreztek a többi európai nemzet iránt. Az európai hadviselő államok gazdasága összeroppant, a harcoló felek között a kereskedelem teljesen megszűnt. Az Egyesült Államok gazdasága viszont óriásit fejlődött. A heves indulatoknak köszönhetően szárnyát bontogatta a nacionalizmus. A közvélemény az igazságkeresés helyett az adott gyűlölt nemzet megleckésztetését propagálta. A franciák már az 1870-es évek óta például a németek ellen uszította a közvéleményt, de az angol sajtó sem kímélte őket. Wilson amerikai elnök 14 pontos javaslatot tett, ami a háború utáni nemzetközi rendelkezés elveit igyekezte gatyába rázni. Wilson szerint az országhatárokat ott kellene meghúzni, ahol az adott nemzetiség földrajzilag pontosan elhelyezkedik. Az Antant nyugat-európai tagjai csak látszólag tartották be ezeket a pontokat. Törekedtek arra, hogy saját akaratukat érvényesítsék a háború veszteseivel szemben. A háború főleg a vesztes országokban és persze Oroszországban is lázadásokat, forradalmakat robbantott ki. Az éhezés és a szegénység enyhítésére földeket osztottak Közép-Európában, illetve a szegényebbeknek, néhány országban pedig már a nőknek is választójogot adtak. Olaszországban a lázongások szembe mentek a demokratikus rendszerrel, mivel az ország a győztesek közé tartozott, de területi követeléseit az Antant többi tagja nem vette figyelembe, továbbá erősen uralkodott a munkanélküliség. Emiatt a szélsőségek erősödtek,
mozgalmak szerveződtek. A legjelentősebb a szélső jobboldali fasiszta mozgalom volt, aminek vezéralakja Benito Mussolini volt, aki 1922-ben sikeresen átvette a hatalmat Olaszországban, miután az olasz király félelemből kinevezte miniszterelnöknek. Mussolini nem habozott és diktatúrát épített ki magának, bevezette az egypártrendszert, vagyis csak a fasiszta párt működhetett Olaszországban. Az első világháború után Wilson amerikai elnök kezdeményezésére jött létre egy nemzetközi szövetség, ami további háborúk megfékezésére született meg. Ez volt a Népszövetség. Feladatát nem tudta ellátni, mert a nagyhatalmak közül csak Anglia és Franciaország volt a tagja, ráadásul nem volt megfelelő eszköze sem arra, hogy ilyesmit megakadályozzon. 1918. novemberében forradalom tört ki Németországban. Kikiáltották a köztársaságot, azonban a háborút követő súlyos infláció, vagyis pénzromlás miatt a német gazdaság egyre rosszabbul teljesített. Az emberek úgy érezték, hogy a dolgok gatyába rázásához a demokrácia kevés. Erősödni kezdtek a szélső jobboldali irányzatok, akik azt hirdették, hogy a szociáldemokraták és a zsidók okozták a gazdasági válságot. A franciák be akarták tartani a békeszerződés feltételeit, ezért mikor a németek nem tudták fizetni a jóvátétel részleteit, francia és belga csapatokkal megszállták a Ruhr vidéket, ami Németország fontos ipari központja volt. Miután Németország kölcsönt vett fel a jóvátétel fizetésére és a gazdaság stabilizálására, a csapatok kivonultak onnan, majd az 1925-ös Locarnói szerződésben Németország ígéretet tett arra, hogy a nyugati határait nem változtatja meg. A gyarmatok ebben az időszakban úgy érezték, hogy az Antant győzelméhez ők is hozzájárultak, több jogot követeltek. Az angolok és a franciák felosztották egymás közt a német gyarmatokat, majd Nagy-Britannia több gyarmatának önkormányzatot adott, vagyis függetlenedhettek. Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika járt így. India az angolok legnagyobb és legjelentősebb gyarmata volt. A kitört indiai nemzeti mozgalom élére egy Gandhi nevű férfi állt, aki a britektől való elszakadást tűzte ki célul békés, erőszakmentes ellenállás útján. India nem járt sikerrel. Kína már az első világháború előtt köztársaság lett, de továbbra is félgyarmati helyzetben volt, de egy polgárháborút követően darabokra szakadt, majd az állam jó részét Japán foglalta el az 1930-as években, így Kína függetlenedése még várhatott magára. 1917-ben Oroszországban a bolsevikok vették át a hatalmat Lenin vezetésével. 1922-ben Szovjet-Oroszország szövetségi köztársasággá alakult Szovjetunió néven. Lenin néhány évvel később meghalt, majd egy kisebb hatalmi harcot követően Sztálin került hatalomra, aki diktatúrát épített ki, és elnyomásba taszította az embereket. Az eszmerendszert, amit ez a diktatúra képvisel, sztálinizmusnak nevezzük. Sztálin Leninnel ellentétben nem tűrte az ellenvéleményeket, így ellenlábasait rövid időn belül megölette, koncepciós perekben halálra ítéltette. Koncepciós pernek nevezzük azt a pert, amikor valakit úgy ítélnek el a bíróságon, hogy arra nincs igazi bizonyíték, vagy úgy ítélnek el valakit, mert a hatalom úgy akarja. Sztálin szinte mindenkiben az ellenséget látta, ezért a pártvezetésből is sok embert kivégeztetett. A történelmet is igyekezte átírni, például róla készült fényképekről tüntetett el olyan személyeket, akiket korábban kivégeztetett, mert vélt ellensége volt a rendszernek. A terror mindenkire érvényes volt, és bármilyen nevetséges indokkal bárkit kivégeztek, vagy kényszermunkatáborba küldték, amit gulágnak nevezünk. Sztálin köré személyi kultusz épült, mindenhol azt próbálták sugallni, hogy ő a bölcs vezér, aki vezeti a népet. Városokat neveztek el róla, dalokat énekeltek róla, fenséges festményeken és szobrokon ábrázolták őt úgy, mint az emberek barátját. Sztálin az 1920-as évek végén bevezette a tervgazdálkodást. Nem a piaci viszonyok irányították innentől a gazdálkodást, hanem azok a tervek, amiket a központban állítottak össze. Ők mondták meg, hogy miből mennyit kell termelni. Ennek köszönhetően erőltetett iparosításba kezdtek, a mezőgazdaság tekintetében kollektivizálás vette kezdetét, vagyis a földeket elvette az állam a tulajdonosoktól oly módon, hogy létrehoztak termelő szövetkezeteket, a földes parasztoknak be kellett lépniük önként és földjeiket, állataikat a közösségi gazdaság javára tegyék a közösbe, vagyis innentől az a termelő szövetkezet, vagyis a TS nevén futott. Aki ellenszegült, addig ütötték, kínozták, mi bele nem ment a dologba. Ezért nevezte a rendszer a gazdag, földes parasztokat, a kulákokat ellenségnek. A mezőgazdasági termelés ennek köszönhetően fokozatosan csökkent, általánossá vált az éhezés, aminek szintén voltak halálos áldozatai. Az első világháború alatt az USA gazdasága gyorsan növekedett.
Ez a tendencia az 1920-as években is folytatódott, azonban Európa gazdasága romokban hevert. Lassan Európában nőni kezdett a termelés, viszont minden állam önellátásra rendezkedett be. Emiatt az USA-ban a sok iparágban, mezőgazdaságban túltermelés alakult ki. A válságnak voltak fenyegető jelei, de a tőzsde szárnyalása miatt befektetési láz alakult ki Amerikában. 1929 őszén pánik tört ki a New Yorki tőzsdén, ez a nap volt a fekete csütörtök. Az árfolyamok hónapokon keresztül zuhantak, az emberek bizalmatlanok lettek a bankokkal szemben, sok bank csődbe ment, mivel mindenki egyszerre akarta kivenni a pénzét. A túltermelés miatt egyre több gyár zárt be, vagy csökkentette munkahelyét. A felesleges termékekkel egyszerűen sok mindent nem tudtak kezdeni, például Brazíliában kávéval fűtötték a mozdonyokat. Milliók éheztek, mert nem volt pénzük, hogy megvásárolják a szükséges termékeket. Az állam kénytelen volt beavatkozni, a világválság legpusztítóbb szakasza 1933-ig tartott. Az USA válságkezelő programját Roosevelt elnök hirdette meg. Leküzdötte a pénzügyi válságot, a munkanélküliséget viszont közmunkaprogrammal csökkentette. Európában tömegessé vált a munkanélküliség, általánossá váltak a tüntetések, erőszakos megmozdulások vették kezdetüket, megerősödtek a szélsőséges pártok, ígérgettek mindent az embereknek. Elhitették, hogy ők segíthetnek kilábalni a válságból, csak azok az államok tudták elkerülni a diktatúrát, melyekben a parlamenti demokrácia szilárd volt. Az első világháborút követően a németeknél is erősödtek a szélsőségek. A Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt nevéről kapta elnevezését a náci mozgalom. A párt vezér alakja Adolf Hitler volt, a rendszerük alapja a fajelmélet és az antiszemitizmus, vagyis a zsidó ellenesség volt. A fajelmélet szerint vannak uralkodó és alsóbbrendű fajok az emberiségen belül. Hitler meggyőződése volt, hogy a német nép az uralkodó faj, vagyis az árja faj, aminek feladata, hogy megszabaduljon a zsidók befolyásától. Hitler törekedett a Versailles békerendszer megsemmisítésére, és egy hódítást készítsen elő, amivel nagyobb életteret tudna biztosítani a német nép számára. Nem csinált titkot abból, hogy fel akarta számolni a demokráciát. A nagy gazdasági válság után a párt egyre több szavazatot kapott. Nagyon sokan követték Hitlert, mivel a munkanélküliség megszüntetését ígérte. 1932-ben kapta a legtöbb szavazatot a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt. 1933. januárjában Hitler ki lett nevezve kancellárnak. Hónapokon belül a világ legszigorúbb diktatúrája működött a náci Németországban. A többi pártot betiltották, kialakult az egypártrendszer, csak a náci párt működhetett. Politikai ellenfeleiket üldözték, koncentrációs táborokba zárták. Hindenburg halálát követően Hitler egyszerre töltött be kancellári, illetve köztársasági elnöki feladatokat, hivatalos címe innentől a Führer volt, ami vezért jelentett. A hadsereg főparancsnoka is ő volt. Kezdetét vette a zsidók üldözése, megtiltották a zsidó és nem zsidók közti házasságot, nem engedték dolgozni a zsidókat. A gazdaságpolitika sikeresnek volt mondható, elindultak a közmunkaprogramok, autópályákat építettek, megszűnt a munkanélküliség. Azért, hogy a német népet befolyásolni tudják, a nácik a propagandát kezdték használni. Ennek az volt a célja, hogy népszerűsítse a náci eszméket, erősítse az ellenségképet. A német külpolitikában hamarosan változás állt be. Hitlerék világháborúra készültek. Követelték a Versailles békeszerződés felülvizsgálatát, míg Németországban bevezették közben az általános hadkötelezettséget, majd szövetséget kötöttek Olaszországgal, Japánnal. Ezzel létrejött a Berlin-Róma tengely, ami végül Tokióval egészült ki. Ez lett a Berlin-Róma-Tokió tengely. Ezt a hármas szövetséget nevezzük tengelyhatalmaknak. Az 1930-as években több európai országban felszámolták a demokráciát, erre jó példa a Spanyolország. A jobboldali katonatisztek felkelést robbantottak ki, a felkelőket Hitler és Mussolini, a baloldali kormány pedig a Szovjetunió támogatta fegyverrel, illetve emberekkel. A felkelők kerültek ki győztesen, ebben az időszakban Németország és szövetségesei mozgásba is lendültek. Mussolini a régi római birodalmat akarta visszahozni, célja egy olasz birodalom létrehozása volt, Afrikában kívánta gyarmati területeit növelni az országnak. Japán egész Ázsia felett akart uralkodni, az 1930-as évek végére Kína egyik tartományát megszállta és további terjeszkedést tervezett. Az 1930-as évek végén a német hadsereg felkészült a háborúra. Hitler a német nemzetet egy államban akarta egyesíteni,
A Versailles békeszerződés viszont tiltotta ezt korábban, vagyis Ausztriával Németország nem egyesülhetett. Hitler ezt megszegve bekebelezte Ausztriát, ez volt az Anschluss. Hitler Csehszlovákiától is követelte a német lakta területek átadását, ebben a kérdésben a négy hatalmi konferencia ült össze Münchenben, ami engedélyezte és felszólította Csehszlovákiát, hogy adja át a Szudéta vidéket. Fél év múlva a németek megszállták Csehországot, majd Lengyelország ellen fordultak. A német érdekekkel ütközött az úgynevezett Lengyel korridor, ez vágta ketté Németországot, területén szinte csak németek laktak. Hitler követelte a korridoron keresztüli átjárást a németeknek, viszont a lengyelek ezt nem fogadták el. 1939. augusztusában a szovjetek és a németek meg nem támadási szerződést kötöttek. A megállapodásnak volt egy titkos záradéka, amiben a két ország közötti területeket, benne Lengyelországot felosztották egymás között. 1939. szeptember 1-én a náci Németország megtámadta Lengyelországot a szovjetekkel kötött meg nem támadási szerződés értelmében. Lengyelország szövetségese volt Angliának és Franciaországnak, de Hitler bízott abban, hogy most sem mernek majd ellene tenni semmit sem. Anglia és Franciaország is hadat üzent a németeknek. Ezzel megkezdődött a II. Világháború. Lengyelország nyugati fele a németeké, keleti része a szovjeteké lett. Nyugat-Európában hónapokig nem került sor harcra. Ez volt az úgynevezett furcsa háború, ami 1940 tavaszán ért véget. Hitler megtámadta Franciaországot is, és heteken belül térdre kényszerítette, majd nagy részét elfoglalta. A német siker a villámháborúnak volt köszönhető. Ez a taktika arra épült, hogy nagy erővel törik át az ellenség leggyengébb pontjait, majd az ellenség mögé kerülnek. Eközben a páncélosok szemből bezárják a kört és ezzel teljesen megsemmisítik az ellent. A brit kormány a német sikerek miatt lemondott. Winston Churchill lett az új brit miniszterelnök. Eltökélt szándéka volt szembeszállni Hitlerrel, csak vért és könnyeket tudott ígérni népének. A britek erős flottával rendelkeztek, ezért a németek a légierő segítségével kívánták Angliát térdre kényszeríteni. Ennek legsúlyosabb és máig megkérdőjelezhető eseménye a londoni bombázás volt. A brit légierő azonban rövidesen kiszorította a német repülőket. Afrikában és a Balkánon az olaszok voltak a kezdeményezők. 1940 őszén Mussolini csapatai megtámadták Egyiptomot és Görögországot. Az olasz erők vereségére a németek megérkeztek Afrikába is 1941-ben, és visszaszorították az angolokat. A Balkánon a német haderő sikerére Jugoszlávia és Görögország letette a fegyvert. 1941. június 22-én a nácik hadba vonultak a Szovjetunió ellen. A németek már egy ideje tervezték a keleti élettér leigázását, azonban Sztálint meglepte az a hír, pedig a brit és amerikai titkosszolgálatok végig figyelmeztették őt erre. A német villámháború eleinte sikeres volt, Leningrádot sikeresen körülzárták. A gyors előrenyomulásukat az is segítette, hogy Sztálin korábban a szovjet tisztek jelentős részét kivégeztette. A hadjárat a moszkvai csatában vett fordulatot, ahol a szovjetek nagy áldozat árán megállították a németeket. A náci hadsereg először szenvedett szárazföldön vereséget. A villámháború időszaka ezzel lezárult. A II. Világháború elején Japán igyekezett távol maradni az európai konfliktusoktól, semlegességét kifejezve ezzel. Ázsiában azonban tovább terjeszkedett. 1940 őszén a németekkel és olaszokkal való kapcsolatát megerősítette Japán, miután látta a tengelyhatalmi szövetségeseinek sikereit. A csendes óceánon kívánt tovább terjeszkedni, aminek útjában viszont az Amerikai Egyesült Államok állt. 1941. december 7-én hadüzenet nélkül megtámadták Pearl Harbort, pontosabban az ott levő flottabázisát az USA-nak. Ekkor Japán gond nélkül léphetett előre és folytathatta terjeszkedését Dél-Kelet-Ázsia felé, illetve a csendes óceán eddig meghódítatlan szigetei felé. Az USA és Japán háborúba való belépésével vált a II. Világháború világméretűvé. A tengelyhatalmak ellenharcoló országok lassan közeledni kezdtek egymáshoz. Az Amerikai Egyesült Államok hadianyaggal támogatta Angliát, majd később a Szovjetuniót is. 1942-ben az USA, Anglia és a Szovjetunió vezetői egy megállapodási nyilatkozatot írtak alá, aminek értelmében kijelentették, hogy kölcsönösen támogatják egymást a háborúban, továbbá nem fognak békét kötni, a háború a győzelmükkel érhet csak véget. Így jött létre az új szövetségi rendszer, ami ellenfelévé vált a tengelyhatalmaknak.
Ők voltak a szövetségesek, vagy másik nevén antifasiszta koalíció. 1942-ben Hitler már nem Moszkvát kívánta bevenni, hogy térdre kényszerítse a Szovjetuniót. Az új célpont Sztálingrád volt. A nevéből adódóan sejthető, hogy ez egy Sztálinról elnevezett város volt, ami a Volga partján helyezkedett el. A város birtoklása voltaképp a másik feletti győzelmet jelképezte. Soha eddig nem látott nagy áldozatokkal járó harc vette kezdetét, amiben minden egyes házért külön csatát vívtak meg a katonák. A németek hiába bombázták szét a nagyvárost, az ellenállás még a romok közt sem szűnt meg. 1942. novemberében a szovjet vörös hadsereg ellentámadást indított, bekerítette a német erőket. Hitler parancsára a német haderő nem vonulhatott vissza. Az utolsó töltényig harcolniuk kellett. 1943. februárjában a még életben levő német katonák megadásra kényszerültek. A sztálingrádi csatát elvesztve a németek, elvesztették az eddigi szerencséjüket is. Fordult a kocka a háborúban. A kezdeményező felek innentől az antifasiszta erők voltak. A németek akciói Afrikában is kimerültek 1942-ben. 1943-ra a német és az olasz csapatok megadták magukat. Az Atlanti óceánon a németek a tengeralattjáróikkal egy rövid ideig előnyt élvezhettek. 1943-ra az angol repülők fel lettek szerelve egy olyan műszerrel, amik az ellenséges tengeralattjárókat pillanatok alatt észrevették. Ez volt a radar. 1942. júniusában a japánok támadást indítottak a csendes óceáni Midway szigetek ellen. Az amerikai flotta végül visszaverte a támadást. 1943 nyarán nyilvánvaló volt már, hogy Hitler nem tudja visszafogni a szövetségeseket. Kurszk városánál zajlott a II. Világháború legnagyobb tankcsatája. A szovjetek legyőzték a német tankokat. A keleti fronton a németek innentől ütőképes hadműveletet nem tudtak véghez vinni. A sztálingrádi vereséget követően a nácik meghirdették a totális háborút. A győzelem érdekében minden emberi és gazdasági erőforrást bevetettek. Ez annyit tett, hogy még a gyerekeket is kiképezhették akár légvédelmi tüzérnek. A munkások 14-16 órát is dolgozhattak egy nap. Az éttermeket és az áruházakat is azért zárták be, hogy az ott dolgozók is kivegyék a részüket a haditermelésből. Európa több pontján antifasiszta ellenállás alakult ennek hatására. Ezeket a német és olasz ellenes civil fegyveres megmozdulásokat nevezzük antifasiszta ellenállásnak. Azok a civilek, akik fegyvert fogva harcoltak a nácik és a fasiszták ellen, őket nevezzük partizánoknak. Legjelentősebb tevékenységük Jugoszláviában, a Szovjetunióban és Franciaországban volt. A partizánok főleg rajtaütésszerű mozzanatokkal érték el céljaikat. Létfontosságú épületeket, közlekedési hálózatokat robbantottak, vagy a legváratlanabb helyzetekben támadtak német katonákra. A nácik ezt gyakran úgy torolták meg, hogy a vétkesek mellett több tucatnyi ártatlan embert is kivégeztek. Gyakran falvakat söpörtek el a térképről, mert azt feltételezték, hogy partizánokat bújtatnak. A többi harcoló ország is átállt a hadiiparra. A szovjetek a keleti fronton átütő sikereket értek el. 1944 nyarára a németek teljesen kiszorultak a Szovjetunió területéről. A Vörös Hadsereg egészen Közép-Európáig nyomult előre, elsőként érték el Romániát, mivel az átállt a szövetségesek oldalára. Onnan már nem volt nehéz megközelíteni Bulgáriát, Jugoszláviát és Magyarországot sem. A németeket miután a szövetségesek kiűzték Afrikából, angol és amerikai csapatok léptek Dél-Olaszország partjaira. Mussolini kormánya megbukott, ugyanakkor a németek igyekezték meggátolni, hogy a szövetségesek onnét próbálják őket megközelíteni. A szövetségesek nyomulását nem véletlenül gúnyolták Csiga offenzívának. 1943 végén Teheránban találkozott egymással Roosevelt amerikai elnök, Churchill brit miniszterelnök és természetesen Stalin a Szovjetunió képviseletében. A megbeszélésen szó esett arról, hogy a világháború lezárását követően hogyan rendeznék a dolgokat, illetve hogy egy nyugat-európai frontvonalat is létrehoznának a háború befejezéséhez. 1944. június 6-án az angol-amerikai csapatok sikeresen szálltak partra Normandiában. Az év végére felszabadították Franciaországot a német megszállás alól. 1945 elején Olaszországban partizán felkelés tört ki, a felindult tömegek elérték, amit akartak. Mussolinit nyilvánosan kivégezték. Hitler ebben az időszakban még mindig a győzelemről vízionált, holott látszott, hogy a harmadik birodalom két frontvonal közé kezd szorulni. Azt állította, hogy kész a Wunderwaffe, vagyis a csodafegyver, ami elsöpri a szövetségeseket.
a győzelem érdekében a 14-15 éves fiúkat is kiküldte a frontra harcolni. A szövetségeseket nem lehetett megállítani. A szovjet ostromgyűrű körül zárta Berlint. Hitler pedig látva, hogy nincs kiút, öngyilkos lett. 1945. május 9-én a német hadsereg feltétel nélkül megadta magát. Az Európában dúló harcok véget értek. Japán továbbra is ellenállt. Az amerikaiak a japán Hiroshima városára dobták le először új fegyverüket, az atombombát. Néhány nap múlva ugyanezt a kíméletlen pusztítást végezték el Nagasaki városán is, aminek hatására Japán végül megadta magát. 1945. szeptember 2-án a japánok is aláírták a fegyverletételt. Ezzel véget ért a II. Világháború. A szövetségesek, vagyis az antifasiszta koalíció 1945. februárjában Jaltán találkoztak. A háború utáni világrend felállításáról tárgyaltak, még a háború befejezését megelőzően. Egyes vélemények szerint ez hasonló dolog volt, mint amikor Hitler és Stalin döntött Lengyelország és persze később Európa felosztásáról, de van, aki szerint ez még nem döntötte el Európa sorsát. 1945 nyarán szintén tartottak egy konferenciát Potsdamban. Rögzítették benne Németország négy hatalmi katonai megszállását. Ez angol, amerikai, francia és szovjet katonák érkezését jelentette, valamint előkészítették a háborús bűnösök perét. 1946-ban került sor a perre Nürnbergben. Döntés született továbbá arról, hogy a közép-európai német lakosságot Németországba kell áttelepíteni. A szövetségesek véleménye ebben viszont erősen megoszlott. Az antiszemitizmusnak, vagyis a zsidó ellenességnek ókori gyökerei vannak. Ez az eszme mégis a 19. században erősödött fel igazán. Ekkor indult el az a folyamat, hogy a törvény előtt lassan mindenki egyenlővé vált. A zsidók, akik így a társadalom peremére lettek szorítva, lassan asszimilálódhattak, s mivel legtöbbjük már a középkortól kezdve foglalkoztak pénzügyel és kereskedelemmel, így a köréjük tornyosuló gazdagság és befolyás lassan az irigykedés fő témája lett. Talán ez lehetett az egyik oka annak, hogy egyre népszerűbb lett utálni a zsidókat a 19. század végén. Terjedni kezdtek különböző vádak, miszerint a zsidók irányítják titokban a világot, míg a másik, hogy keresztény gyerekeket áldoznak fel vallási okokból. Az első világháborút követően a náci eszmerendszere konkrétan meglovagolta azt az antiszemita hullámot, ami eluralkodott Németországban. Hitler azt terjesztette, hogy a zsidó egy alacsonyabb rendű faj, ami csak foglalja a helyet a felsőbb rendű német, vagyis árja fajtól. Szigorú szabályokat hoztak létre a zsidók ellen, így a zsidók és nem zsidók például nem házasodhattak. Egyre komolyabb, véres fellépések vették kezdetüket, amiknek az elszenvedői szintén zsidók voltak. Németországban már a II. Világháború előtt megkezdődött a munkatáborokba való összegyűjtésük, vagyis egy helyre koncentrálták őket. Innen ered a koncentrációs tábor kifejezés. A táborok kapujára az volt felírva, hogy a munka szabaddá tesz. Napi 14-15 órát dolgoztatták a begyűjtő zsidókat, és meglehetősen embertelenül bántak velük. Lengyelországban a zsidókat először elkülönített városnegyedekbe, gettókba zárták. Aki oda került, annak minden vagyonát, ingóságát eltulajdonították a nácik. Majd megkezdődött a szervezett gyilkolás, a népirtás. Az elfoglalt szovjet területeken már nem alakítottak ki gettókat, helyben lelőtték a német katonák az elfogott zsidókat. A másik lehetőség az volt, hogy az áldozataikat teherautóba zárták, amibe belevezették a jármű kipufogó csövét. Hitler miután elrendelte a végső megoldás megvalósítását, vagyis a zsidók és azok holtesteinek eltakarítását, új fejezetet vett a dolog. A lengyel területeken tömeges megsemmisítő táborokat, vagyis haláltáborokat hoztak létre, ahol a zsidókat ruhátlanul egy kamrába zárták és elgázosították őket. Aki még tudott dolgozni, munkára fogták őket, a nőket, időseket, gyerekeket azonnal megölték. Azt hazudták nekik, hogy fürödni viszik őket, ezért levetköztették őket és bezárták őket egy kamrába, ahol viszont a csapból nem víz folyt, hanem gáz. A halottakat elhamvasztották. A legnagyobb haláltábor Auschwitzban volt. Nem véletlenül nevezik ezt holokausztnak, vagyis égő áldozatnak. A holokauszt során közel 5-6 millió európai zsidó vesztette életét. A II. Világháború záró akkordja Európában két frontról történt. Nyugatról a franciák, angolok, amerikaiak, keletről a szovjetek kezdték meg a tengelyhatalmak által megszállt területek átvételét. Németországot, Ausztriát négy megszállási zónára osztották fel, ezzel együtt Berlint is négy részre osztották.
Ezzel elkezdtek lassan kimutatkozni 1945 után a szövetségesek közötti ellentétek. Hirtelen nem volt már közös ellenség, az érdekellentétek pedig egyre jelentősebbek lettek. A világpolitika hamar ráeszmélt, hogy a Népszövetség mint olyan csődöt mondott, hiszen nem tudták elkerülni a II. Világháborút. Ennek apropóján hozták létre az új szervezetet, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az ENSZ-et 1945-ben. Az ENSZ legfontosabb szerve a Biztonsági Tanács. A szervezetnek 5 állandó tagja volt, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Szovjetunió és Kína. Az állandó tagok mind vétójoggal rendelkeztek, 6 tagot 2 évre választottak. Az ENSZ közgyűlésén vesznek részt a tagországok, mindegyiknek van egy-egy szavazata. A döntések, amik itt megszületnek, csupán ajánlások, tehát egyik államnak sem kötelező betartania. A vesztes országokkal 1947-től kezdték megkötni a békeszerződéseket a Párizsi Békekonferencián. Egyedül Németországgal nem kötöttek békét, megszállás alatt tartották a szövetségesek. A győztesek már megegyeztek a németek áttelepítéséről 1945-ben, Potsdamban. 14-15 millió németet telepítettek ki olyan országokból, ahol nemzeti kisebbségként éltek, állampolgárságuktól és vagyonuktól megfosztották őket. A II. Világháború után az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió került szembe egymással. Az USA demokratikus rendszert épített ki, a kapitalizmus hirdetője volt, míg a Szovjetunió szovjet típusú politikai rendszereket működtetett és tervgazdaságban képzelte el a jövőt. A szovjetek által megszállt európai területeken a szovjetek megkezdték a kizsákmányolást, a hadifoglyokat elhurcolták, kényszermunkára vitték a megszállt országok polgárait. Ezt nevezzük Malenki robotnak. Azt jelentette, hogy egy kicsi munka. Minden, ami mozdítható, gépek, gyárak, élelmiszerek, nyersanyagok, állatok, mind el lettek szállítva. A Szovjetunió továbbá a megszállt társadalmakra rákényszerítette a saját politikai rendszerét. Támogatták a helyi kommunistákat, erőszakkal, megfélemlítéssel és csalással juttatták őket hatalomra. Így Szovjetuniótól függő kommunista diktatúrák jöttek létre az európai keleti régióban. Kötelező volt ez az ideológia. A több pártrendszer teljesen felszámolták, korlátozták a szabadságokat, megkezdték az államosítást és a tervgazdaság kiépítését. Truman amerikai elnök 1947-ben célul tűzte ki a kommunizmus terjedésének megfékezését. Ezt gazdasági eszközökkel kívánták elérni, főleg segélyezéssel, hogy a vesztes országok támogatást kapjanak az újjáépítésekhez. Erre válaszul a szovjetek létrehozták a KGST-t 1949-ben, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát. A megosztottság állandósult, ezzel kezdetét vette a hidegháború korszaka. A vasfüggöny, ami a keleti és a nyugati blokk határát jelentette, ketté osztotta Európát. A nyugati blokkban az amerikai segélynek köszönhetően az ellátás javult, a társadalmi feszültségek csökkentek, megkezdődött a modernizáció, így a nyugati államok mind versenyképesek lettek. A piacgazdaság biztosította a magántulajdon védelmét, támogatta a vállalkozásokat és ezzel szabadpiaci verseny működhetett. A kisebb munkacsoportok számára pedig állami támogatásokat adtak. Megnőttek a bérek, mert nőtt a fogyasztása a lakosságnak, ezt pedig a tartós fogyasztási cikkek biztosították. Így jött létre a fogyasztói társadalom. Elkezdtek magas színvonalon működő gépeket használni, amikhez olcsó felvevő piacot találtak Ázsia és Afrika képében, ahonnan még a nyersanyagot is olcsóbban be tudják hozzá szerezni. Ezzel szemben a keleti blokkban egypárti diktatúra van, tervgazdaság, erőszakos államosítás és mindent az állam felügyel. Az ipart és a mezőgazdaságot is. A tervgazdálkodást tervutasításos gazdálkodásnak is szoktuk nevezni. A termeléssel kapcsolatban központilag írják elő, hogy miből mennyit kell előállítani. A minőség és a technológia elmaradott volt a nyugathoz képest, a piac zárt és védett lett. A fő gazdasági partnere minden keleti országnak a Szovjetunió lett. A rendszer azonban nem működött jól, hiány lépett fel a gazdaságban, folyamatos volt az áruhiány. Németországban a 3 új nyugati zónát egységesíteni kezdték a szovjettel szemben. Bevezették az új pénznemet, a márkát. A szovjetek válaszul blokkád alá vonták Nyugat-Berlint. A nyugatiak légihidakon át küldtek a városba ellátmányt. Németország így a két zóna kialakítása miatt ketté szakadt. Nyugaton a Németországi Szövetségi Köztársaság, vagyis az NSK, keleten a Német Demokratikus Köztársaság, az NDK működött 1949-től. Az NSK fejlődött, viszont az NDK nem.
Berlinen keresztül közel 3 millióan szöktek nyugatra, 1953-ban zajlott a kelet-német felkelés, amit a szovjetek levertek, 1961-re felépítették a berlini falat, hogy meggátolják a szökéseket. Mind a nyugat, mind pedig a kelet készült a fegyveres összecsapásra. Magyarán fegyverkezni kezdtek. Elkezdtek új fegyvereket létrehozni. Ehhez katonai tömböket hoztak létre, amiben megint csak felsorakoztak a nyugati és a keleti államok. A Nyugati Katonai Szövetséget nevezzük NATO-nak 1949-től, 1955-től pedig a keletit hívjuk Varsói Szerződésnek. A hidegháborúnak számos olyan konfliktusa volt, ahol az ember a másikra fegyvert fogott. Már a 20. század elején Palesztina területére zsidók települtek be, a britek ugyanis ígéretet tettek arra, hogy egy nemzeti otthon teremthessenek meg maguknak. A II. Világháború után ez még aktuálisabb probléma lett, és népszerű lett a cionista mozgalom, amelyik ezt propagálta. Mivel az arabok annyira ennek nem örültek, ezért az ENSZ döntött a terület kettéosztásáról, és így határoztak egy arab és egy zsidó fennhatóságú állam, vagyis Palesztina és Izrael létrehozásáról. Azonban a zsidó államot nem sikerült békésen kialakítani. Izrael 1948-ban jött létre, ezzel viszont háborúk sorozata vette kezdetét, amit úgy is nevezünk, hogy az arab-izraeli háborúk. Izraelt az USA, még az arabokat a Szovjetunió támogatta, pénzzel, fegyverekkel, és meg lehetne sorolni. A kialakult arab-izraeli háborúk miatt az olajtermelő arab országok nem voltak hajlandók Izrael támogató országok részére olajat szállítani 1973-ban, emiatt az olajár a négyszeresére nőtt, és ez gazdasági válságot okozott. Az olajválság hatására az érintett országokban gazdasági szerkezetváltozásra volt szükség, így aztán fellendült az atomerőműépítés, a tengeri olajfúró tornyok létesítése, a csúcs technológia alkalmazása, és fontos tényezővé vált az energiatakarékosság. Alacsonyabb bérköltségű országokba pedig a termelést kitelepítették. Koreát is megosztottság jellemezte, Észak-Koreába szovjet csapatok érkeztek, és ott egy kommunista állam alakult ki, míg Dél-Koreában amerikai csapatok állomásoztak, és ott katonai diktatúra működött. A megszállók 1948-ban vonultak csak ki. Ezt követően döntött úgy Kim Ir-sen, az észak-koreai diktátor, hogy lerohanja a déli ország részt, és ehhez szovjet támogatást is szerzett. A háború 1950 és 53 között zajlott, az ENSZ biztonsági tanács adott engedélyt arra, hogy az agressziót az Amerikai Egyesült Államok megfékezze egy katonai beavatkozás segítségével. Erre válaszul viszont Észak-Koreát Kína is támogatni kezdte, végül fegyverszünetet kötöttek, és a mai napig nincsen békeszerződés, amit aláírtak volna. Észak-Korea a sztálinista diktatúra mintáját követve egy elmaradott ország lett, míg Dél-Korea egy fejlett, demokratizált állam. A hidegháború legforróbb időszaka Kubában történt, ugyanis az USA itt támogatta egy helyi diktatórikus rendszer kialakulását, viszont 1959-ben Fidel Castro és csapatai elfoglalták Havannát. Mivel az USA nem akart kedvezőbb gazdasági egyezményeket kötni, ezért meg akarták dönteni Castro hatalmát, erre válaszul a szovjetek támogatásukat fejezték ki Fidel Castro irányába, így Kuba kommunista diktatúrává vált. 1962-ben a szovjetek atomrakétákat kezdtek telepíteni a szigetországba, mert ezek a rakéták nagyon fontos amerikai városokat is el tudtak volna érni. Ezért az USA blokád alá vonta Kubát. Napokig óriási volt a feszültség, atomháborúval fenyegetőző lett a helyzet. Kennedy amerikai elnök és Ruscsov, a Szovjetunió vezetője egy tárgyalással rendezte ezt a konfliktust végül. A szovjet rakétákat Kubában leszerelték, cserébe az USA is leszerelte törökországi rakétáit, és Kuba épségét is garantálta. Indokína a II. Világháború végéig Japán fennhatósága alatt állt, viszont Japán veresége után a franciák vissza akarták szerezni az egykori gyarmatukat, ezt viszont a helyiek megakadályozták. Kialakult Észak-Vietnám, amit a Szovjetunió támogatott, és ott egy kommunista diktatúra jött létre, míg Dél-Vietnámot az USA támogatta, és ott önkényuralmi rendszer működött. A háború 1955-től egészen 1975-ig tartott, és a vietnámi háborúként vált ismerté a történelemben. Az USA csak 1965-től avatkozott be, és Dél-Vietnámot támogatta a harcokban, míg Kína és a Szovjetunió a Ho Chi Minh vezette Észak-Vietnám oldalára állt. Az észak-vietnámiak a gerilla háború harcmodora miatt óriási sikert tudhattak magukénak. Az USA kivonult az óriási veszteségek és a költségek hatására, ráadásul az Amerikai Egyesült Államokban háború ellenes hangulat lett úrrá. A békekötést követően Észak-Vietnám viszont lerohant a Dél-Vietnámot, így a két ország egyesült és létrejött 1976-ban a Vietnámi Szocialista Köztársaság. Az USA és a Szovjetunió között kialakult a fegyverkezési verseny,
1952-ben Teller Edének köszönhetően az USA szert tett a hidrogénbombára, míg a Szovjetunió 1949-ben mutatta be az első atomfegyverét, majd 1953-ban használhatta is az első hidrogénbombáját. Ezeknek a fegyvereknek a hatékonyságát kísérleti robbantások során mutatták be. Mindkét szuperhatalom rendszeresített interkontinentális ballisztikus rakétákat, amiknek a tölteteit messzire is el tudták juttatni. Ez a versengés aztán átalakult űrversennyé is. 1957-ben jelent meg az első műhold az űrben, majd az első ember az űrben, akit Jurij Gagarinnak hívtak, ő volt, aki 1961-ben jártat kin. 1969-ben Neil Armstrong volt az első ember a Holdon, majd 1971-ben meg is jelent az első lakott űrállomás, a Szaljut 1. A hidegháborúban a szuperhatalmak szembenállása mellett az Európán kívüli világban is változtak a dolgok. Indiában a két világháború között egy nemzeti függetlenségi mozgalom jött létre, aminek a vezetője Mahatma Gandhi volt. Ő egy erőszakmentes mozgalmat hozott létre annak reményében, hogy India függetlenné válhat Nagy-Britanniától. 1947-ben így a britek elismerték az egykori gyarmat, India függetlenségét. A függetlenné válás viszont nem ment olyan könnyen, komoly volt a vallási ellentét a hinduk és a muszlimok között, így közöttük véres konfliktusok törtek ki az országban. 1947-ben létrejött Pakisztán, majd 1971-ben Banglades. Kínában is jelentős változások történtek. Már 1911-ben a császárságot megdöntötték az országban, az állam meggyengült, és Japán megszállta Mandzsúriát. Az országot komoly megosztottság jellemezte, így ezért a jobboldali nacionalisták és a baloldali kommunisták a japánok ellen összefogtak, egyesítették erejüket. A II. Világháborút követően Japán elbukott, és Mao Tse-tung és a kommunisták megszerezték a hatalmat az országban, egy véres polgárháborút követően. Így jött létre 1949-ben a Kínai Népköztársaság, és a sztálini Szovjetuniót követték mintaként, vagyis szocialista ország lett belőle. 1958-ban erőltetett iparosításba kezdtek, amit időnként úgy is neveztek, hogy a nagy ugrás. A mezőgazdaság átalakítása miatt komoly éhínség alakult ki, az áldozatok száma 20 és 55 millió fő közé tehető. A Kínai Népköztársaság az USA-val és a Szovjetunióval is ellenséges viszonyt alakított ki, utóbbi azután történt meg, hogy Sztálin meghalt. 1976-ban Mao Tse-tung meghalt, Kína pedig javítani akarta kapcsolatait a külvilággal. Különböző reformokat vezettek be, engedélyezték a magánvállalkozások létrehozását, beengedték a külföldi tőkét, viszont politikai reformokat nem hajtottak végre, továbbra is a kommunista párt volt a hatalom gyakorlója. Ennek a reformnak köszönhetően a Kínai Népköztársaság a 21. századra egy vezető hatalommá vált. Japán a II. Világháborús vereségét követően komoly gazdasági fejlődésen ment keresztül, amit Japán csodának is neveznek, ugyanis a kapitalista világ egyik centrumországa lett. Az ázsiai gazdaságnak komoly segítséget adott Japán, a termelést kiszervezték különböző ázsiai országokba. Ilyen volt Dél-Korea, Hongkong, Tajvan, illetve Szingapúr. Eleinte csak beszállítást, tömegáru termelést, alkatrészgyártást bíztak rájuk, később viszont a csúcs technológiát is engedték, a kutatást, a fejlesztést. Tehát a II. Világháború után a volt gyarmatok szinte mind függetlenedtek, és nem kapitalista és nem szocialista országokként, idézőjelesen fejlődő országokként tartották számon őket. Ezek a függetlenné vált országok nem kötelezték el magukat egyik tömb mellett sem, így nem tartoztak se a nyugatihoz, se a keleti tömbhöz. Gyakran ezért nevezik őket el nem kötelezett országoknak, vagy harmadik világnak. A volt gyarmatok területén a mai napig súlyos társadalmi, politikai és gazdasági nehézségek jellemzőek, a népesség növekszik, viszont az ellátás egyre rosszabb, gyakori a vízhiány, a kitörő éhínség, betegségek, járványok, rengeteg háború sújtja őket, és nem ritka, hogy diktatúra alakul ki egy-egy országban. A nyugati blokk országait jóléti államoknak nevezzük, ugyanis a gazdasági növekedésnek köszönhetően több pénzt tudtak oktatásra, egészségügyre költeni, így emelkedhetett a segélyek és a nyugdíjak összege, emellett növekedtek a bérek és csökkent a munkaidő. Az életmód jelentős mértékben átalakult, emelkedett az életszínvonal, megjelentek a tartós fogyasztási cikkek, új autókat, háztartási gépeket, elektronikai eszközöket vásárolhattak az emberek maguknak. Ezzel együttesen megjelent a fogyasztói társadalom, vagyis a tömeges fogyasztás kezdte működtetni a gazdaságot. A II. Világháború után felnövő új nemzedék egy teljesen új mentalitásnak és megjelenésnek adott teret, és megjelent egy új műfaj, a fiatalság kultúrája, a rock and roll, illetve a beat kultúra. Utóbbi a lázadó fiatalság kultúrájának számított, elutasították a korábbi generációknak az életvitelét, szokásait,
és a fogyasztói életmódot erősen kritizálták. Megjelent a hippi mozgalom, ami teljes egészében elutasította a fogyasztói társadalom működését. Elkülönültek a többségtől, kivonultak és saját közösségeket hoztak létre, háború ellenesek voltak és a világ békét hirdették. 1968-ban már az európai fiatalság is lázadozott, a fogyasztói társadalmat kritizálták. Ennek a megmozdulásnak a hatására lesz nagyon népszerű a marxizmus Nyugat-Európában, míg Párizsban és több másik egyetemi városban diáklázadások törtek ki. Ebben az időszakban az Amerikai Egyesült Államokban jellemző volt a szegregáció, vagyis az amerikai állampolgárokat megkülönböztették. Az alkotmányban rögzített egyenlőséget nem tudták megvalósítani. A szegregáció a hétköznapokban is jellemző volt. Előre meghatározták, hogy egy színesbőrű ember például hol foglalhat helyet, melyik kávézóban vehet igénybe a szolgáltatásokat, illetve melyik mosdóba mehet be. 1955-ben történt, hogy Rosa Parks nem adta át a helyét egy fehér utasnak a buszon, ezért őt letartóztatták. Erre válaszul bojkott indult, aminek hatására a buszokon végül eltörölték a szegregációt. Ennek a polgárjogi mozgalomnak a legismertebb alakja Martin Luther King volt, aki erőszakmentes polgárjogi mozgalmat hirdetett. Munkásságának hatására eltörölték a faji megkülönböztetést egy törvény segítségével 1964-ben. 1950-től az Európai Egységnek, az integrációnak az alapját a francia-német megbékélés jelentette. Ezzel kapcsolatban Robert Schuman francia külügyminiszter és Konrad Adenauer NSZK kancellár aláírt egy nyilatkozatot, aggodalmukat fejezték ki az állandó szovjet fenyegetés és az USA gazdasági fölénye miatt, ugyanakkor megjegyezték, hogy a szükséges integráció új technológiákat igényel, és meglehetősen költséges. 1951-ben jött létre az Európai Szén és Acél Közösség, a Montán Unió, ami a fontos nyersanyagokat közös ellenőrzés alá vonta, leépítette a szén, vas és acél termékeknek a vámját, és a tőkeigényes nehézipart elkezdték közösen fejleszteni az alapító tagok. 1957-ben írták alá a római szerződéseket, amivel az integrációt elmélyítették. Így jött létre az Európai Gazdasági Közösség, így megszüntették a tagállamok között a vámokat, illetve biztosították a szabad munkaerő áramlást, illetve összehangolták a gazdasági jogszabályokat, egymáshoz igazodtak a tagállamok. Majd rövidesen létrejött az Európai Atomenergia Közösség, az Euratom. Ez idő alatt a szovjet-amerikai viszony is teljes mértékben átalakult. 1972-ben a SALT 1-es egyezménnyel a fegyverkezési versenyt elkezdték korlátozni. 1979-ben megkötötték a SALT 2-t, azonban ez nem lépett érvénybe. A viszony átalakulása és a szovjet-amerikai együttműködés alapító okirata, a Helsinki záróokmány 1975-ben jött létre, amiben biztosították és garantálták az alapvető emberi jogokat, a kölcsönös biztonságot, kifejezték együttműködésüket humanitárius és környezetvédelmi ügyekben, azzal viszont nem számoltak a szovjetek, hogy ez a kommunista országokban, a keleti blokkban az ellenzéki mozgalmakat jelentős mértékben felbátorítja. Ez idő alatt a keleti blokk jelentős mértékben lemaradt, a nyugati blokk fejlődött, keleten gazdasági és társadalmi nehézségek mutatkoztak meg, amikre nem találtak megoldásokat. 1964-től Leonid Brezhnev váltotta Ruscsovot, aki inkább a fegyverkezésre fektette az energiáját, és a szociális feszültségeket, a társadalmi elégedetlenséget inkább próbálta elfeledni. A Szovjetunió az 1980-as évekre egyre több problémával kellett, hogy szembenézzen. Továbbra is próbálta tartani a fegyverkezési versenyt, viszont a gazdaság hamar kimerült. További bevétel kiesést jelentett az olajválság, az áruhiány állandósulni kezdett, az Amerikai Egyesült Államok a fegyverkezési versenyben pedig a csillagháborús tervet is meghirdette, amivel még inkább sarokba szorította a Szovjetuniót politikai értelemben is. A Szovjetunió továbbra is egy diktatúra volt, mellette pedig kialakult a gerontokrácia, vagyis a Szovjetunió vezetősége kizárólag idősebb politikusokból tevődött össze, nem engedték közelebb a hatalomhoz a fiatalabbakat. Így gyakorlatilag a szovjet politikai elit megújulásra képtelen volt, nem tudtak fiatalabb utódot találni maguknak. Így lett 1985-ben Mihály Gorbacsov a szovjet párt főtitkár, aki reformokat hirdetett, a perestrojkát és a glasznosztyot. A perestrojka átalakítást jelent, Mihály Gorbacsov megpróbálta a tervgazdaságot oldani és növelni a versenyképességet, míg a glasznyoszt nyíltságot jelent, ami annyit tesz, hogy szabadabb nyilvánosságot biztosítana a sajtó a média részére, és engedné a kritikát. Ennek hatására a rendszerellenes gondolatok felszíne törtek, a nemzeti mozgalmak erősödni kezdtek, és a keleti blokkban zajló rendszerváltások mintát jelentettek ebben. 1989-ben így el akartak szakadni többen is a keleti blokkból. 1991-ben Gorbacsov ellen pucskísérletet próbáltak végrehajtani,
amit Boris Jelcin akadályozott meg, majd átvette az irányítást. Ennek hatására a Szovjetunió hivatalosan is felbomlott, a tagországai pedig mind függetlenedtek. Még ebben az évben megszűnt a Varsói Szerződés és a KGST is. A keleti blokk egyben tartásához többször is beavatkozott a Szovjetunió a működése során, 1955-ben Kelet-Berlinben, 1956-ban Magyarországon és 1968-ban Csehszlovákiában. Már az 1980-as évekre a válság jelei megmutatkoztak, súlyos gazdasági krízis vette kezdetét, az életszínvonal csökkent, és megindult az eladósodás. Az emberek adósságspirálba kerültek. Így a térség is egyre nagyobb terhet jelentett a Szovjetuniónak. Lengyelországban már 1980-ban sztrájkok vették kezdetüket, és a résztvevők független szakszervezetet hoztak létre, amit Szolidaritásnak neveztek el. Ennek volt a vezetője Lech Walesa. A Szolidaritás a munkakörülmények és az életkörülmények javítását követelte, és a szabadságok biztosítását. 1981-ben emiatt vezettek be szükségállapotot Lengyelországban. Habár a Szolidaritást betiltották, végül 1988-ban a kommunista vezetés kénytelen volt tárgyalni velük, ugyanis el akarták kerülni a vérontást. 1989-ben így választásokat írtak ki, és az év végére új alkotmányt vezettek be. A választásokon a Szolidaritás nyert, és Lech Walesa így lett a köztársasági elnök 1990-ben. 1989-ben Csehszlovákiában békés tömegtüntetés vette kezdetét, ahol a demokratikus erőkkel a kommunisták tárgyalást kezdeményeztek. Év végére át is adták a hatalmat, így Václav Havel lett a köztársasági elnök. Viszont rövidesen megmutatkoztak a cseh-szlovák ellentétek, a szlovákok észrevették, hogy a cseh térség jobban fejlődik, így megmutatkoztak a függetlenségi igények. 1993. január 1-én így létrejött Csehország és Szlovákia. Az 1980-as években a kelet-német diktatúra továbbra is egy szigorú rendszer volt, a társadalmat folyamatosan ellenőrizték a politikai rendőrséggel, míg a nyugat-német társadalom életszínvonala és szabadsága volt az, amit a kelet-német társadalom hőn áhított. Emiatt 1989-ben kelet-németek utaztak Magyarországra, illetve Csehszlovákiába, hogy az NSZK-ba így juthassanak át. Ez jelentette a vasfüggöny szimbolikus leépülését, lebontását. 1989. augusztus 19-én átmenetileg megnyitották a határt a turisták előtt. Ez volt a pán-európai piknik. 1989. szeptemberétől engedélyezték, hogy Magyarországról szabadon mehessenek a kelet-németek egészen Ausztriába, és ebben Moszkva is beleegyezett. Így több ezer ember jutott el nyugatra. Mindeközben az NDK-ban mindennaposak lettek a tüntetések, ugyanakkor a szabad utazást már engedélyezték. 1989. november 9-én a berlini falat ledöntötték. 1990. október 3-án az NDK beolvadt az NSZK-ba, és a nagyhatalmak elfogadták Németország újraegyesülését, aminek kancellárja Helmut Kohl lett. Az 1980-as évek végére Romániában Ceausescu és pártja szigorított a diktatúrán, az ellenzéket elkezdte a rendőrség zaklatni, és a titkosszolgálatot jelentős mértékben megerősítették. A növekvő szegénység miatt viszont nőtt az elégedetlenség, erőltették az iparosítást, és mellette Ceausescu megalomániája egy elkerülhetetlen véget jósolt. A román diktátor nem kímélte az ott élő nemzetiségeket sem, ezért megkezdték a falurombolást, vagyis a nemzetiségi közösségeket így próbálták meg vidéken bomlasztani. 1989-ben Tőkés László lelkészt Temesváron le akarták tartóztatni, azonban a védelmére egy hatalmas tömeg gyűlt össze az utcákon. Erre válaszol a román alakulatok a tömegbe lőttek. Azért, hogy az ellenzéket letörjék, egy diktátort támogató tüntetést rendeztek Bukarestben, ahol viszont az indulatok elszabadultak és véres felkelés robbant ki. A román forradalom győzött, aminek körülbelül 1100 halottja volt, Ceausescut és feleségét pedig elfogták és nyilvánosan kivégezték. 1951-től kezdett megvalósulni az európai integráció, ugyanis ebben az évben írták alá a nyugat-európai országok a Párizsi Szerződést, és létrejött az Európai Szén és Acél Közösség. 1957-ben a római szerződéseket kötötték meg, aminek köszönhetően létrejött az Európai Gazdasági Közösség, illetve az Euratom is. Az Európai Gazdasági Közösséghez 1973-ban csatlakozott Dánia, az Egyesült Királyság, Írország, 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország. Mivel az integráció gyakorlatilag egy sikeres gazdasági együttműködés volt, ezért az új irány a politikai egység kialakítása lett, így 1992-ben megkötötték a Maastrichti szerződést, amivel létrehozták az Európai Uniót. Az új együttműködés alapértéke a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete volt. Ehhez csatlakozott 1995-ben Ausztria, Finnország, Svédország. Még ebben az évben a Schengeni Egyezmény is létrejött, így az EU-n belül megszűntek a határok,
és csak a külső határokat ellenőrizték innentől. Az Európai Unióban az áruk szabadon áramolhattak, a szolgáltatások szabadságát biztosították, a tőke is szabadon áramolhatott, és mellette a személyek szabad mozgását is biztosították az EU-n belül. Az Európai Unió közös valutája az euró lett, amit 2002-ben vezettek be. 2004-ben csatlakoztak a volt keleti tömbországai. Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Ciprus, Málta, majd 2007-ben Románia, Bulgária, 2013-ban pedig Horvátország. Mivel az Európai Unió egy sokszínű politikai közösséget alkot, ezért annak irányítása is rendkívül bonyolult. Ezért nagyon sokféle érdeket kell összehangolni, emiatt a viták nagyon könnyedén elhúzódhatnak, és emiatt a jogalkotási folyamat rendkívül lassú. Az Európai Uniónak ezért több intézménye is van. Az Európai Parlament Strasbourgban működik, az Európai Unió állampolgárai 5 évre választják el a 705 tagját, titkos, közvetlen választás útján. A bekerülő képviselők nem országonként alkotnak frakciókat, hanem a politikai értékrendjeik alapján. Maga az Európai Parlament az egyik legfontosabb döntéshozó testület. Minden itt hozott uniós rendeletet kötelező minden tagországnak végrehajtani. A testülethez tartoznak a bizottságok, illetve a plenáris ülések is. Maga a parlament ellenőrző funkciót is ellát. Az Európai Tanács Brüsszelben található. A tagállamok államfőiből, kormányfőiből tevődik össze. Itt hozzák a legfontosabb elvi és stratégiai döntéseket. Kijelölik a politikájuk fő irányvonalát. Az országok közötti vitákat általában itt rendezik. Az Európai Unió tanácsa Brüsszelben található szintén, időnként miniszterek tanácsának is nevezik, ez egy kiemelt döntéshozó testület, aminek tagjai a tagállamok szakminiszterei, és minden ülést szakterületenként külön-külön tartanak meg. Brüsszelben található az Európai Bizottság, ami gyakorlatilag az Európai Unió kormánya. Az Európai Bizottság elnökét az Európai Parlament választja meg, a bizottság tagjai pedig a tagországok által lesznek kijelölve, összesen 27 fő. Biztosaik mind egy-egy szakterületért felelnek. Az Európai Bizottság feladata, hogy az EU-s jogszabályokat, uniós rendeleteket végrehajtsák, végrehajtják a költségvetést és a finanszírozást, az Európai Parlamentnek jogszabályokat javasolhatnak, és ellenőrzik a tagországokat. Minden tekintetben az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel. Az Európai Unió Bírósága Luxemburgban található, itt érvényesítik az Európai Uniós jogokat, és azokat igyekeznek értelmezni, amennyiben jogviták merülnek fel uniós intézmények és kormányok között. 2016-ban történt meg népszavazás útján az első kilépés igénye is, amit az Egyesült Királyságban mértek fel. Ennek eredményeképpen megtörtént az első kilépés az Európai Unióból, az Egyesült Királyság 2020-ban kilépett.